tart a technika itt a pincében, úgyhogy maradnak a gondolataink. Nos, egyrészt érdemes lenne beszélni arról, ami a New York-i divat héten történt, illetve a budapesti Gay Pride vonatkozásában. A budapesti Gay Pride-ra felkérték a feminista írónőt, bizonyos kis Noémit felszólalni, amely felszólalásra végül nem fog sor kerülni. Ugyanis kis Noémi az szóvá tette, hogy a New York-i divat héten förtelmes körülmények és külsőségek között ünnepelte meg az amerikai baloldal, meg az amerikai progresszió azt a 10 éves transznemű kisfiút, aki tényleg úgy tud a kamerába nézni, hogy mindjárt megbaszlak. Konkrétan. Ezt most nem vagyok rossz hiszemű egész konkrétan, az egy szexuális ikon. Egy szexuális ikont a New York-i divat héten legyártottak, egy 10 éves transznemű kisfiúból. A lányom pont 10 éves. Na most 10 éves kor. Ez még nem egy kialakult nemi identitás. Nyilvánvaló, hogy a szülei felismerték, hogy a kisfiú mondjuk szeret babázni, inkább főzöcskézik, mint az autókkal játszik. Lehet, hogy észrevették, hogy a kisfiú szeret lányruhát ölteni, vagy mondjuk anyukájának a ruháit fölvenni, nem pedig fiúruhákat fölvenni, nem a műanyag sorozat lövőpisztolyt, hanem a Barbie babát választja ki a játékboltban. Lehetek rossz hiszemű? Lehet, hogy nem így volt. Lehet, hogy a szülők fölismerték a piaci rést. Fölismerték azt, hogy ez egy kurrens dolog, és az ilyesmire most van kereslet. Én nem feltétlenül gondolom így. Én azt gondolom, hogy... Nem megy ez a szülő a retkes kurrens. Lehetséges, hogy igazad van. Lehetséges, hogy úgy van, ahogyan te mondod. Most legyek én a jó zsarú. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül lesz heteró ebből a kölyökből. Most már biztos nem lesz. Ezek után. Szóval... gyártottak egy 10 éves kisgyerekből egy transzexuális ikont. Na most erre a kis Noémi hát szóvá tette, hogy ez transzbiznisz. Méghozzá gyerekek sérelmére elkövetett transzbiznisz. És válaszul a budapesti Gay Pride szervezői lemondták kis Noéminak a felszólalását. Kis Noémi a feminista költőnő nem fog felszólalni a Gay Pride-on, mert úgy gondolja, hogy egy 10 éves kisfiúból ne gyártsanak transzexuális ikont New Yorkban a divat héten. Na most a FAM elképzelhetőnek tartja, hogy a srác egy egyszerű heteró kisfiú, nagyon beteg szülőkkel. Én nem tudom, hogy így van-e. Én arra gyanakszom, hogy ez a srác egyszerűen csak egy félig megsült meleg csávú. Hát most úgy értem, hogy félig megsült, hogy nem lehet azt mondani egy 10 éves gyerekre, hogy ez egy meleg csávú, ugye? Tehát arról van szó, hogy ez egy félkész meleg csávú. Tehát, hogy majd egy meleg csávú lesz 10 év múlva. Erről beszélek. Most még ez nem egy meleg csávú. De most már ő belőle transzexuális férfit csináltak. Tehát transzexuális férfit csináltak egy 10 éves kisfiúból. Most azért azt talán ők is értik ott a divat héten, hogy mi a különbség a között, hogy valaki homoszexuális, meg a között, hogy valaki transzexuális. A homoszexuális az egyszerűen egy saját neméhez vonzódó férfi. Férfi ruhában. Férfi identitással. Egy meleg férfi. A transzexuális az pedig egy olyan
férfi testben élő személy, akinek a szexuális identitása az egy női. Tehát női, nem pusztán szexuális, női identitással rendelkező férfi testben élő személy. Értjük a különbséget a kettő között? A szülők nem értik. Most nyilvánvalóan arról van szó, hogy minden szülő szeretne különleges gyereket. Ugye? Egy kis csoda gyereket. És hogyha születik különleges gyerek, mondjuk egy Mozart, amely 4 évesen már komponál, mondjuk ír egy szimfóniát, és 12 évesen operát ír, hát akkor nagyon örülnek. De ha nem sikerül, akkor majd gyártanak belőle csoda gyereket, majd gyártanak belőle különleges gyereket. Tehát, hogyha azt látják, hogy a gyerekük mondjuk inkább a nőies identitási jegyeket hordozza, akkor legyártanak belőle egy transzexuális ikont New Yorknak, és New York a divat hét keretében ünnepel. Ünnepli a kisfiút, amelyiket feltöltöttek szexussal. Feltöltöttek női szexussal. És az milyen kemény, hogy egy költőnő Magyarországon nem mondhatja azt, egy feminista költőnő nem mondhatja azt, hogy ez egy nagyon súlyos megrontás. Mint a kisgyereket megrontják, egy 10 éves kisfiúnak még nincsen kész szexusa. Hozzátenném, hogy azon a Magyarországon, ami a vakkomondor országa, Orbán Viktor szörnyű macsó kelet-európai szkeppéje, azon a Magyarországon, ahol nem csak Károllyal együtt énekli Orbán Viktor, a székesfehérvári huszárok minden kislányt meghágnak, és ebből országos botrány van, és az egész balliberális sajtó ezzel van tele, hogy nálunk micsoda iszonyatos mucsa van, meg elmaradottság és akármi, és ezen a Magyarországon utálják ki a kis Noémit. Vágod? Azon kívül azért kiegészíteném ezt az egészet azzal, hogy amikor én kiposztoltam egy pár napja, vagy egy hete ennek a transzexuális kisfiúnak a képét, egy ilyen kis rövid pikír szöveggel, hogy ugye betiltották nemrég azt, hogy azt hiszem az autóversenyek, ha jól emlékszem, nem vagyok már benne biztos, a cég megtiltotta azt, hogy ilyen lányokat táncoljanak, mert az egy szexista dolog. Tudod, mint a pompom lányok, meg ezek a versenyek előtt. Ez nem szexista, ez most mehet. A 10 éves gyereket nyilvánosan a genderista társadalom által abuzálni, az mehet. Ez nem szexizmus. Na mindegy. És akkor egy feminista ismerősöm küldött nekem egy képet, ahol feministák tüntetnek az ellen, hogy gyerekeket felhasználjanak. Tehát nyugaton az ilyen balos feministák, és egyes balos ismerősöm is kikérték maguknak, hogy ez nem baloldal, stb. Tehát én azt veszem észre, hogy elszabadulta ezért. Tehát innen jött az egész, és a forradalom fölfalja a gyermekeit, és akkor most vannak azok a balos feministák, akik azt mondják, hogy mi nem ezt akartuk, mi nem ezt akartuk, tudod? Voltak annak idején, minden forradalomban vannak ilyen figurák, érted, hogy mi szerettük volna itt az igazságos társadalmat, de hát az meg csak gulág, meg veszes gödör lett belőle, hát nem ezt akartuk, aztán őket is belelőtték. Jó, ez azért még nem az, de finomabban valami hasonló logika működik itt is, amikor feministák tüntetnek ez ellen, például a hormonkezelések ellen tüntetnek, tudod? És a rohadék National Geographic, hát volt egy apu erről, emlékszel? A National Geographic pár éve beállt egy ilyen kampány mögé, és a címlapon ott volt szintén egy ilyen transgender, mit tudom én, kisfiú, kislány, hát most tök mindegy, hát se fiú, se lány, érted? Hát akárki. És ez ellen fölháborodtak szintén feministák. De nem jönnek rá, hogy valahol nekik is közük van ehhez, érted? Miközben most fölháborodnak rajta, hogy ennek semmi köze a progresszióhoz, semmi köze a feminizmushoz, semmi köze ehhez, semmi köze ahhoz. Ez ugyanaz, mint minden korok forradalmárai
fölháborodnak azon, hogy hát nem ezt akartuk, mert hát, hát nézd. Egyébként a csoda gyerekekre visszatérve, ugye van az a típusú csoda gyerek, akinek van valami képessége, és akkor úgy próbálják őt ezen, mit tudom én, megindítani ezen az úton, vagy nincs képessége, és akkor nyomorultak mondjuk hegedültetik egész nap, és akkor hát, ha valami híres hegedű művész lesz belőle, ezt is ismerjük, és vannak a politikai csoda gyerekek. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez a kisfiú, kislány, ez mondjuk, mit tudom én, Mozart lesz, vagy Johann Sebastian Bach lesz, vagy festőművész lesz, vagy akármi lesz. Ő egy politikai csoda gyerek, egy politikai kurzusnak a terméke. Ugyanaz, mint régen a Szovjetunióban a csoda gyerek az volt, aki annyira öntudatos volt, hogy följelentette a saját szüleit. Kínában. Akit elvitte, a Szovjetunióban is volt, hát ne viccelj már, hát a saját, az apja lelőtte. Nem jut eszembe a neve, volt egy úttörő, aki följelentette a szüleit, érted? És utána ilyen mártírt csináltak belőle, de hát Kínában is, meg mindenhol az egész bolsevizmus története tele van, tudod, az ilyen szülőfőjelentő gyerekekkel, és volt, ahol büszke volt rá a szülő, hát az én gyerekem már csoda gyerek, följelent minket, ezt még az Orwell is beleírta az 1984-ben, ott az egyik apa mondja, hogy a fiam jelentett föl, és milyen büszke vagyok rá, hát igen, ő sokkal, nem azt mondta, hogy többre vitte, mint én, az meg csak érted, tehát ő eljutott a tudatosságnak arra a szintjére, hogy most meg engem följelentett, milyen büszke vagyok. Tehát ez a totalitarizmus, érted? És itt már megjelennek ennek a csírái. Visszatérve a kis Noémire, hogy Magyarország, az az érdekes, Bakker, hogy Magyarország, érted? Magyarország, a Gay Pride, ahol ugye egy szabadságharcnak lett ez az egész beállítva, miután kimentek a bőrfejűek őket tojással megdobálni, meg kiment a kisbíró, az érpataki polgármester ilyen izé, magyar ruhából ott lebuzizni őket, meg mit tudom én, és érted, a Gay Pride az így az összes balos, meg liberális, meg magát konzervatívnak nevező, de valójában liberális és kultúrbalos ismerősöm kiment a Gay Pride-ra, hogy ez most a progresszió. És lám, meg a forradalom, meg a másság, meg a izé, és akkor lám, a Gay Pride-on most ez van, hogy a kis Noémit nem engedik felszólalni. Ahogy egyébként téged se akartak, hogy az oroszok ellen dumálja valami kintetés, csak az nem Gay Pride volt, igen, nem kell mondani. Orosz, tehát hogy így a most ha engem nem hívnak el a Gay Pride-ra, én értem. De amikor a szervezők elhívnak engem a nem a Gay Pride-ra, és a gender szekta meg elkezdi fenyegetni a szervezőket, hogy én nem merjek felszólalni az orosz befolyás ellen. Érted? Mert annak a genderhez kurva sok köze van. Minden forradalmat és minden progresszív mozgalmat lenyúlnak. Nincs többi forradalom a nők nélkül. Ugye ez a mondásuk. Ez azt jelenti, hogy ha bármit változtatni akarsz a jelenleg fennálló rendszeren, vagy működésen, vagy Magyarország külpolitikáján, vagy bármin, ahhoz ők hozzácsomagolják az isztambuli egyezményt. Pontosan. Hozzácsomagolják. Pontosan. És hogyha te kicsomagolod belőle az isztambuli egyezményt, akkor ők odajönnek és leöntenek vörös festékkel. Na azért még nem erjél, de most Magyarországon nem öntöttek le, de azért látod, hogy Amerikában mi megy. Igen. Hát most azért látjuk, hogy a hullám honnan indul, most Magyarország egy nyomorult gyarmat. Itt jelenleg, itt idáig jutott, vagy idáig gyűrűzött be a gender forradalom. De hát a folyamat az zajlik, és egyre erősebb. És ez nyilvánvalóan látszik, hogy minden baloldali párt fölszállt a gender vonatra. Kiszolgálja ezt? Az Együtt, a PM, az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum egyaránt. Mindegyik. Hát azt látják, hogy baloldalon zajlik egy forradalom. Van egy földindulás. Hát ők ennek az energiáit be akarják csatornázni a saját politikai erőműveikbe. Értelemszerűen szavazatra akarják váltani. Hát a Momentumnak annak volt egy olyan aktivitása pár héttel ezelőtt, hogy elkezdte átmatricázni az utcanév táblákat mindenféle női nevekkel. Hogy ez a problémájuk az országgal. Tehát ez a Momentum mozgalom problémája jelenleg az országgal, hogy a Retek utca az mondjuk a Retek utca az ilyen kurva jó példa, az egy eléggé Retek utca. Azt miért nem hívják úgy, hogy
Blaha Lujza utca, hogy az Isten tudja, hogy Blaha Lujza tér pont van. Tehát most ez, nem tudok jobb példát mondani, értelmszerűen a Jászai Maritere megint rossz példát mondtam. Igen. Át akarják, na a lényeg, hogy... Várj egy picit, majd mindjárt folytatok, csak ez, mert el fogom felejteni, és fontos. Annak idején ezt írtam is, hogy a jobb oldal csinálhatna egy ilyen faszakampányt, hogy mi, akkor mi is? Ja, meg hogy a pénzekre tegyenek nőket. Valakinek ez is volt a... hogy tudod, a magyar bankjegyeken legyenek nők is. És akkor azt mondtam, hogy persze, tegyék rá Zrínyi Ilonát, Árpádházi Szent Erzsébetet, Szűz Máriát, aki egyébként volt a Tízpengősön annak idején, meg én még emlékszem a fiatal. Mária Teréziát, Mária Magdolnát, azt kikérem magamnak, na jó, mindegy, világos, tehát hogy kínálhatna a jobb oldal, így poénból, egy ilyen kurva nagy izét, ilyen nőkampányt, érted, csupa ilyen izével, érted, szentekkel, királynőkkel, konzervatív nőkkel, harcos nőkkel, érted? Egri nők, Zrínyi Ilona, érted? És mekkora pofáresés lenne, érted itt a gendernek? Aha. Nem lenne az, én azt gondolom. Tehát, hogy azért a történelemből nőket... Bátori Erzsébet mondja a kollega nő. Nagyon jó, szóval, nagyon bátor a kollega nő, köszönjük. Ez az a bátorság, ami hiányzik a magyar politikai osztályból. Ugye? Átnevezni az utcákat. Ugye? Hát átnevezni, igen, átnevezni a Fillér utcát átnevezni mondjuk. Ki az, akire hivatkozni szeretünk? Vagy ők hivatkozni szeretnek. Nehéz egyébként ezt megmondani, mert 20 évvel ezelőtt még minden történelem volt is a történelem, mint tudjuk, mocskos. Tele van rasszizmussal. Meg tele van szexizmussal. Keserű Jánosné utca. Tudod, ki volt az? Nem. Az egyetlen női miniszter a Kádár korszakban hosszú időn keresztül, azt hiszem iparügyi miniszter volt, Keserű Jánosné. Na, szóval, van ilyen is, hogy keres. De ez nagyon jó, ez a Jánosné. Már nem a kedvenc festőd, akit imádsz, érted, és a képeit vásárolod titokba, hanem az űrhajósnő. Van egy nagyon, nagyon kedves kis történet Justin Trudeau-ról. Kanadai miniszterelnökről. Justin Trudeau az szerintem ő a politikai Justin Bieber. Tudod, igen. Elképesztően szexi, Justin. Elképesztően vicces zokniai vannak, igen. De így körülbelül ez a szabadságod. Ja, tehát így a 21. században ez az autonómiádnak a tere, a vicces zokni. Igen. Most, hogyha a vicces zoknin túlmenően vagy autonóm, akkor abban a pillanatban fasiszta vagy. Értelemszerűen. Tehát, hogy így, amit a gender szekta megenged neked, az egy vicces zokni, amit te magad választhatsz ki. Ugye? Most így ezen túlmenően választasz magadnak politikai krédót, amit ők nem gondolnak, vagy amiben ők nem hisznek, hát akkor értelemszerűen fasiszta vagy, és nem szólalhatsz fel a... De hogy is a Gay Pride-on? Ha sehol a kurva anyádba. Tehát értelemszerű, hogy a Justin Trudeau, ugye a kanadai miniszterelnökről van szó, nagyon-nagyon kedves történet, megkérdezték egy sajtótájékoztatón Justin Trudeau-tól, hogy hát mit szól ahhoz, hogy Kanada exportál fegyvereket a polgárháborús Jemenbe. És Justin Trudeau válaszolta, hogy we don't call it Yemen, we call it Ye people. Világos. Természetesen nem történt meg az eset, de nagyon vicces, és mindent elmondta. Jaj, de csalódtunk. Na jó, de volt ilyen hasonló kiszólása. Ez ennyire nem primitív a Justin Trudeau, de a lényeg nem az, hogy az eset megtörtént-e vagy sem, hanem hogy valami fontosabbat mond el. A fizikai térben nem történt meg. A szellemi térben, viszont minden percben megtörténik. Valaki azt a szót használt, hogy mankind. Csak azt mondta, people kind. Na tessék. Mert hát, ne legyen a emberiség be a férfi. Igen. Érted? Igen. Ez viszont megtörtént. Na, tehát hogy a yeah people az ehhez képest még egy lépés a neoprimitivizmus ösvényén, de ugye azért pontosan értjük, hogy ebben nagyon sok minden kifejeződik. Egyrészt kifejeződik a múltat végképp eltörölni. Tudod? Tehát a Jemennek volt egy jelentése a múltban, és jelent valamit most. A múltban egy ország nevét jelentette. Most pedig azokat az embereket, akik hát a ilyen emberek. Ugye? Hát ez a
nyelven keresztül zajló, a tudat nyelven keresztül zajló forradalma. Ugye? Igen. Ezt így terrorizálásának hát igen, nevezném igen, inkább. Igen, igen. Igen, ja. Hogy nehéz elfogadni, hogy ez forradalom lenne, én azt gondolom, hogy ez, mert hát akkor mi vagyunk ugye az ellenforradalom. Most azért én... Nekem már ezzel a szóval sincs semmi bajom. Úgyhogy eljutottam idáig. Spider people. Bad people? Bad people. Super people? Super people. Ez jó. Ja, szóval... Ezzel szemben állítsuk vissza azt, amit pár éve mondtuk, tudod, ez a nigger. Tudod, a nigger. Mindennek legyen az a vége, hogy nigger. Minden film címnek. Ezt így poénkodtunk ezen. Igen, igen, igen. Ali Baba és a 40 nigger. Hát meg... Meg tudod, vannak a... Hőfehérke és a 7 nigger. S a többi. Meg tudod, vannak a gender PC filmcímek, tudod, a Wall Street hüvelyese. Esőasszony. Dühöngő tehén. Sepelyes mellű. Ürodüsszeusz. Ugye? A Vaslord. Na igen, de azért amikor a hüvely csóválja. De azért mégiscsak a legjobb a 2001 gyűrőd összejúsz. Pupcsávók, stb. Hát igen, meg a szukaszorítóban. Hát igen, sátántanga. Aftershave, egy gyilkos nő története. Tortúró. Hát igen. Meg az asszony a Holdon. Ami érdekes, már annyira primitívek az emberek, ugye, hogy nem lehet rájuk bízni. Tehát ezt nem lehet az emberekre bízni, hogy megírjuk a cikket, és aztán majd ők eldöntik, hogy mit gondolnak. Nem, a cikk címének tartalmaznia kell azt, amit te kiolvasol belőle, amit te érteni fogsz belőle, ugye? Ezt nem lehet rábízni az emberekre. Egyszerűen nem lehet. Ezt is le kell szabályozni. Ezt is meg kell határozni. Ugye? Na hát, Natalie Portman az kijelentette, hogy nincsen bocsánat Woody Allen számára. Ugye Woody Allen az, akit megvádoltak azzal, konkrétan a felesége vádolta meg azzal, hogy hát, hogy a gyermeküket abúzálta Woody Allen. A fogadott gyereket? Nem, nem a saját gyerek. A sajátot? A fogadott gyerekével azzal együtt él. Ja, ma is. Bocs. Igen. Tehát ugye az a vád, hogy a Woody Allen... Tehát a Mia Farrow fölnyomta. Igen. Hogy az a vád, amivel a Woody Allent illetik, hogy a Woody Allen pedofil. Ugye? Megrontotta a kisgyereket. Na most azt kell tudni, hogy két vádat is, két vizsgálatot is végeztek, és mind a két vizsgálat tisztázta a Woody Allent. És ennek ellenére folyamatosan zajlik a karaktergyilkosság a Woody Allennel szemben. Na jó, de most a MeToo után mit vársz? Hát erről szól az egész, nem? Na most az a kérdés. Nem kell bizonyíték, meg bíróság. Jó, csak én tudod, mit nem értek? Hogyha a Woody Allen pedofil, akkor hogyan él már nem tudom én valami 20 éve a fogadott lányával, aki nem tudom én már 30-valahány éves? Tehát ha valaki pedofil... Onnan számítjuk. De hogyha valaki pedofil, akkor az nem azt csinálja, hogy mondjuk fölszedi a kis csajt 12 évesen, azt mondjuk így megtartja mondjuk addig, ameddig 25 lesz, vagy mondjuk 28, és aztán szépen elengedi a kezét, és keres egy fiatalabbat, nem? Hát nem így működik? Hát én nem vagyok pedofil, te vagy azt, te tudod, hát ez most ez is milyen érvelés, bazd meg. Tehát, hogyha én... Hát mint az, hogy gender nézőpontot képviselek a Velvettel szembe, kb. Olyan érvelés, barátom. Hát az meg most probléma a Velvet újságcikkére hivatkozni? Ne, mi zajlik? A világon semmiképpen nem. Dehogy is. Én is a Bors magazinra akartam. Amúgy tényleg, mert majd jön a állatvédelem. Hát akkor ide néz. Ilyen muszlim volna vona. Ja, igen. Tudjuk ezeket. Teljesen elbúvárosodott a politika. Na.
Beszéljünk egy kicsit erről a kutyás sztoriról. Beszéljünk. Aztán, de most nem mész el, gondolom. Aztán legyek, jó? Na. Keresek valami internetet, mert itt lent nincsen az egy. De most nem adtad föl a... Nem akarok, nem vetíteni akarok, mint egy valamit meg akarok keresni, amiről beszélni szeretnék, amíg beszéljél a kutyát. Na. Jó. Aztán majd cserélünk, akkor majd én megyek utána. Én is a Szegen lakom, és mellettünk van dány. És dány, az nem szokott bekerülni a hírekbe. Pest megyei észak-alföldi falu. De most bekerült, híres lett, mert a dányi rendőr megverte a kutyáját. És ebből ilyen nagy sztori lett. Körbe ment az interneten, és látom a bulvár lapokon, ilyen féloldalas, meg egész oldalas cikkek, hogy a brutális dányi rendőr megverte a kutyáját, akkor vizsgálat indult, felfüggesztették, többen följelentették, mérhetetlen nagy a felháborodás, és megnéztem a videót. A videón az van, hogy a grabancát elkapja annak a szerencsétlen állatnak, és beöklöz neki egyet, és bedobja az autójába, aztán becsukja az autót, és elmegy a társával. Na most, hogy mondja, és nekem is külön elküldték, hogy a rohadt szemét rendőrök, ezt nem vesz, valami ismerősöm ezt veszem le, tehát ez a brutalitás, ez itt Magyarországon, stb. Stb. De az igazság, hogy itt érkezett el az a pont nálam, hogy egy kicsit beszéljünk, mi ez az állatvédelem, meg így egyáltalán az állatvédők. Volt egy korábbi sztori, eddig én ezzel az egészen nem foglalkoztam, mert szeretem az állatokat, és utálom, ha az állatokat bántják, meg kínozzák. Nekem volt egy kutyám, egy német juhász, majdnem 16 évig élt, és már nagyon beteg volt az utolsó két évben, de egyszerűen nem volt szívem elaltatni. És amikor visszajöttem, elutaztam Egyiptomba, mint egy expedícióra, és másfél hónap múlva visszajöttem, és akkor anyámhoz átmentem ebédelni, és akkor ott volt a teraszon, megsimogattam, kicsit játszottam velem, és bementem ebédelni, és ő hátra ballagott az óljába, és meghalt. Tehát megvárt. Sose gondoltam volna, hogy ilyenek léteznek. Ilyen megható állatos filmekben láttam ilyet, és ez valójában megtörtént. És akkor betekertem őt egy tiszta fehér vászonlepedőbe, és eltemettem a kertbe, megittam fél liter pálinkát, és ott sírtam meg. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy csöppet sem bánom azt, hogyha akik az állatokat ütik, vagy kínozzák, vagy ilyeneket csinálnak, azok akár hatósági eljárás alá kerülnek. És ez állatkínzás volt? Viszont, várjál, viszont címlapsztori, vagy ha nem is címlapsztori, egész oldalas sztori abból, hogy egy rendőr bevágott egyet a kutyájának, és utána pedig ebből egy országos botrány, ezt azért már egy kicsit olyan furcsának és túlzásnak tartom. És amikor volt Magyarországon egy botrány abból, hogy sérült fogyatékos gyerekeket tartó intézetben micsoda visszaélések vannak, és milyen szörnyű állapotok uralkodnak, és egy szintén ilyen fogyatékkal élő kisgyereknek az anyjától hallottam, hogy hát szörnyű dolgok vannak, tehát ott tudja a nevelő, hogy kikit erőszakol meg éppen, meg ilyen viszonyok, akkor ebből fele negyedekkora botrány se lett, mint mondjuk egy ilyen esetből, és azt mondta egy ezzel foglalkozó szakember, egy nő egyébként, hogyha ez egy kutyamenhelyen történik, akkor már itt az egész ország felháborodik. És így elgondolkodtam ezen, hogy ez miért van. Átlépünk a hajléktalanon az utcán, gyerekekkel ez történik egy intézetben, és az állatvédelem valahogy, vagy hogy mondjam, tehát amikor az állatok szenvedéséről van szó, akkor így valami elementáris erő horgat föl az emberek többségében. És én ezt valahol már betegesnek és túlzásnak tartom. Itt volt a Robinak egy esete,
a decemberben talán viccelődött, hogy hogy kell egy kis macskából kaját készíteni. Miközben egyébként Dél-Olaszországban ették a macskát egy időben, úgy tudom. És akkor a Robit feljelentéssel fenyegette az egyik ilyen állatvédő szekta, hogy... Mert majd valaki... Viccelődés sem tűrjük. Mert majd valaki írja. Elkészíti a macska pörköltet, mert az meg beleírtam egy... Tehát leírtam egy pörköltnek a receptjét, és ott azon a helyen, ahol a hús szerepel, oda azt írtam, hogy a macska hús. Ugye? És ez így egy macska pörkölt recept, amit majd valaki elkészít. Mert amúgy nem tudná, tehát hogyha egy pörkölt receptjéből nem tudná, hogy a hús helyére kerül a marha hús, de így, hogy én oda beírtam, hát így majd elkészítik. Jaj! És akkor meghal a macska. De az, hogy koncentrációs táborokat tartunk fent, ahol a sertéseket, meg a baromfiakat úgy tartjuk, hogy megfordulni nem tudnak, hogy egy csirke egy A4-es lap méretén tölti el az egész komplet életét, teletömve antibiotikummal, a csirkék a csőrükkel egymás húsát válják fel, ez oké, hiszen a csirke az nem olyan cuki, mint a cica. Ugye? Vagy a kutya! Ezek cuki állatok! Na jó, hát ezeket nem esszük meg, ezeket védelmezzük, úgyhogy ha a rendőr pofon csapja, akkor a rendőrt azt föl kell koncolni. Ugye? Viszont jól esik a sertés dagadó, meg jól esik a csirkepörkölt, meg a rántott csirkecomb, ugye? Az viszont nagyon finom, miközben jön a cica, és hát megkapja a farhátat. Ugye? Mert vannak bizonyos állatok, amiket arra tartunk, hogy elképzelhetetlen embertelen körülmények között éljenek le nyomorult életeket, majd megsütjük és megzabáljuk, és vannak állatok, akiket pedig arra tartunk, hogy a csontját ennek, amit meghagyunk, azt megetetjük vele. Na várj, a vegánok azért tiltakoznak az ilyen dolgok ellen, tudod, hogy ne egyél húst, mert... Nem, hát a vegánok azok tiltakoznak, hiszen mindenki ilyen úgy, ahogy ők. Hát, hogy ez a 21. század, meg ez a posztmodern identitás, hogy én csinálom jól, én élem jól az életem, és aki nem így éli, azt bazd meg, az pusztuljon el, vagy legalábbis ne szólalhasson fel a Gay Pride-on. És... Ugye? Ja. Hát arról van, hogy én élek jól. Én, aki nem eszem húst, per. Nem használok személyes névmásokat, per. De ez a most ne baszd, ez lesz a jövő identitása, figyelj, vagy ez lesz a jövő izé. Érted? Tehát ez a vegán, alkoholmentes, nikotinmentes, koffeinmentes, laktózmentes, szexmentes, életmentes. Neutrális. Hidd el, hogy a húsevők is ugyanilyen agresszívak. Ők ugyanígy állnak hozzá. Mit képzel az a kibaszott vegán vagy vegetáriánus, hogy ő nem eszik húst? Mi az, hogy nem eszik? Azt képzeli talán, hogy külön, mint én? Mit képzel az a másik ott, hogy nem iszik? Most mire nem iszik? Most azt gondolja, hogy külön, mint én? Hát a kurva anyját! Hát most nem hajlandó velem kocintani? Most nem hajlandó? Most mire vág fel? Most mire veri? Hogy ő jobb egy bármivel, mint én azért, mert nem iszik? Sajnos én ezen az állásponton vagyok. Jó, hát ez van. Nem, hát... Én még a Horthy rendszer. Nem, ez az egész arról szól. Ez az egész arról szól. Jó, figyelj, ez az egész... Ja, mondd végig, aztán majd mondok fontosabb dolgokat ennek. Mondjad, ez az egész mondjad, miről szól. A fontos szól. Dolgokat kell először elmondani. A fontos dolgok, figyelj, Robi, valahol... elkezdtem nézni, csak sajnos nem tudtam még végignézni a Kassai Lajosnak a filmét, mert megkért, hogy nézzem meg, a Lovas Ijászt. És azzal kezdődik, hogy bánik ott az állataival. És én azért olyan közegből jöttem, hogy a szüleim már nem tartottak állatokat, de hát a nagyszüleim még igen, meg ott a közegben igen. És hogy lehet, tehát amikor ilyen természetes közegben egy természetes ember szereti az állatokat, valami nagyon-nagyon másfajta állatszeretetet érzek, érted, így intuitíve, mint amikor az állatvédők
mondjuk téged megfenyegetnek, hogy nem lehet viccelni a kismacskával, és mit tudom én, mész a bíróság elé a picsába. Érted? Tehát valahogy én valami elementáris különbséget, és erről beszéltünk már többször, és szerintem erről beszélünk egy kicsit, akár spirituális irányba is elmehetünk, hogy mi a franc a különbség a között, hogy mondjuk egy természeti népnek a tagja, mondjuk egy indián sámán, ahogy az állatokhoz áll, vagy régen a vadászok, mint amikor levadázták a medvét, és akkor ilyen áldozatot mutattak be, és megköszönték neki, hogy ideadta a bőrét, meg a húsát, tehát már más volt a viszony, érted, a természethez, és valami formailag, vagy... Nem formailag, hanem így a kimondott szó szintjén, mint hogyha hasonló lenne az ilyen zöldeknek, meg aktivistáknak, meg állatvédőknek a viszonya a természethez, miközben valahogy mégsem. És mi az a mégsem? Mert valami kurvára minőségi különbséget érzékelek, és megmondom őszintén, szerintem ez a túlzásba vitt bulvárosodott állatvédő mozgalom, ez nekem valahogy összecseng a PC-vel, a genderrel, érted, ezzel az egésszel, összecseng, valahogy, mintha egy kultúrának lenne különböző szegmense. Természetesen, természetesen az. De ennek semmi köze nincsen a természet szeretetéhez. Há, persze. De a világon semmi. Nem is természetben élő állatokat védenek ilyenkor. Hát ezek házi kedvencek. A házi kedvenceket védelmezik. De mitől? Tehát mitől? Bárki megette a macskát? Már úgy értem, hogy a kínaiakon kívül, akik nem csak megeszik, hanem meg is sütik és fel is szolgálják ezekben a büfékben. A kutyát is megeszik. Természetesen. Bárki, bármelyikünk eszik, levágja a kutyát, csak saját kutyáját, vagy a szomszédnak a macskáját. Vagy történik ilyen? Hát nem történik ilyen. Tőlünket, most tőlem kell megvédeni a házi áll a házi kedvenceket? De vagy bárkit, érted? Mert engem föl akartak jelenteni az állatvédők. Mert viccelődtél a macskán. Tehát érted, arról van szó, hogy a sertést, meg a csirkét nagy üzemben tömegével mészárolni, az... Meg eleve ott, ahogy létrejönnek. Az tulajdonképpen... Bevett. Hát az napi rész. Az a tömegélelmezés. Igen. Viszont a házi kedvencek levágásán és megfőzésén viccelni, az barbárság. Ugye? Vagy itt arról van szó, hogy a másik ember szeretete, és a másik ember megvédelmezése, az nem olyan könnyű, nem olyan fogyasztáskonform élmény, mint a kismacskáké, meg a kiskutyáké. Tehát mi az állapot, a létállapot? Az aluljáróban átléped a hajléktalant, és fogod a telefonodat, és gyűlöletkampányt viselsz valaki ellen, aki viccelődött azzal, hogy esetleg levág egy macskát és megsüti, vagy megfőzi. Láthatóan viccelt, de nem tűröd el ezt a viccet. Miért? Tehát, hogy arról van szó, hogy van a macska, nem a konkrét macska, tehát nem egy konkrét macskáról van szó, hanem arról a cuki macskáról, akinek ezeket a kedves gombolyaggal való játékait ezekben az anim gifekben imádjuk lájkolni. Ugye? Tehát erről a macskáról van szó, meg kutyáról, a kedvencről, akinek a vicces, abszurd, fiktív levágása és megsütése, az egy kulturális büntény, ellentétben azzal a konkrét emberrel, aki 10 éve vagy 15 éve, még sőt akár 5 éve, még tanár volt. Háza még, volt, felesége volt, még, állása volt, még, családja volt. Még ugyanolyan polgár volt, mint te, vagy postás volt, vagy díjbeszedő, vagy az Isten tudja, lehet, hogy autóbuszt vezetett, vagy taxit. Valamelyikünk volt. És most az aluljáróban fekszik, és átléped, és nem érzel felelősséget iránta, de egy teljesen absztrakt macska iránt, akit itt most egy viccből valaki az leírja, hogy hogyan kell pörköltöt befőzni, azzal az illetővel szemben meg is fölhorgad benned a gyűlölet. A gyűlölet és az infernális harag.
Mi ez a jelenség? Hát arról van szó, hogy a hajléktalan az nem fancy. Az ő vele való együttérzés, az ő megsegítése, mondjuk az ő jogainak a kikövetelése, az nem egy fancy, jól átélhető fogyasztói élmény. Nem az. Mert az a hajléktalan büdös, mert az a hajléktalan jó eséllyel alkoholista, hiszen túlélte az előző telet. Hát hogy máshogy élte volna túl? Azzal a hajléktalannal nem nehéz azonosulni. De nem csak a hajléktalannal, a szomszéddal is nehéz azonosulni. Sőt, a saját családtagjaiddal is kurva nehéz azonosulni, mert ismered a rossz szokásaikat. Na viszont... Például a sógorom az kikorgatja a fogát. Az uram az meg álmában hortyog. Milyen szavakat használsz? Uram? Már hogy a nő ezt mondja, fia, uram? Ez szexista. Ez egy szexista nő. Ez egy szexista nő. Most én idéztem, hagyjad már. Rohadt szexista nőtől idéztem. Nem, ezt is mondták, hogy hazajött az ember. Tehát ez az asszony meg állat. Hát. Szóval a hugom az meg szürcsöli a levest. De ezek kurva idegesítő dolgok, ismerjük a rossz szokásait. A cica meg dorombol. Na most a cica, nem, az a cica, az anim gifen, annak nincsenek zavaró szokásai. És tehát az a mondás, hogy kivágok, mint macskát szarni. Érted? Ez a régi népies. Ez igen, már kihalt. Ez büntetni fog. Igen, de a talpára esik. Igen. Szóval... Várjál, tudod miért van ez? Szóval arról van szó, várjál, hogy a fontos dologokra rátérjünk, amikről szeretünk beszélni, ugye? Hogy ugye nem tudjuk, nem átélhető az ember szeretet, nem átélhető a vadállat szeretete, és nem átélhető a háztáji jószág szeretete. Vadállat szeretet is van ezekben a körökben, hát megnézi a videót, meg posztolja a kifele, soha érted, életében, hogy... Soha életében nem látott vadállatot, soha életében egy vaddisznó csapást nem követett, hogy megtalálja azt a kibaszott vaddisznót, akit úgy szeret. Meg hogyan szereted a vadat? Hogy kell szeretni? Ennek a kulturális minták nincsenek legyártva. Hogy hogyan szeresd? Hát persze, a világos, hogy a National Geographic Channelnek a dokumentumfilmjében lehet szeretni. Hát ott jól lehet szeretni. Világos. Na várjál. Térjünk vissza a cicára, macskára. Gyereket pótol egy csomó helyen. Tudod? Tehát amikor te a cicából pörköltet akarsz főzni, akkor gyerekből akarsz pörköltet főzni. Csomó ember a gyerekéből, hát igen. Érted? Igen. Ez gyerekpótlék, bakker. Jó, ez a mi civilizációnkban a kutya meg a macska. Hát és hogyha már a vonát mutogattad az előbb, ugye mivel őzét kutyákkal, tudod? Kis cuki kutyákkal. Hát jó, világos, hogy a fasizmusból kimosakodni nyilvánvalóan egy vizslával lehet. Igen. De magyar vizslával! Jó, világos. Érted? De német olaszal már nem mi. Az őrök ott a koncentrációs táborba, érted, német juhász. Egyébként nekem Votánnak hívták a német juhász kutyámat, akkor még szerettem a Wagner operát. Van zsidó kutya, vagy cigány kutya? Hát hogy ne lenne, bazd meg? Hát, a korcs. Elhatárolódok a Puzsért fasizmusától, ezt ő mondta, engem ne jelentsetek föl, legyetek olyan kedvesek. A kölyök kutyával, meg a kölyök macskával azonosulni, a kölyök kutya, meg a kölyök macska iránt elfogódni, ehhez nincsen szükség semmilyen érzelmi, szellemi, lelki befektetésre. Nincs szükség. Tehát a kölyök kutyával, meg a kölyök macskával 4 másodperc sem kell, hogy te tökéletesen azonosulni tudj. Nem úgy, mint akármelyik rokonoddal, akik egy csomó dologban idegesítenek, meg zavarnak. A kölyök kutya, meg a kölyök macska, tudod, így meglátja, meg hát ilyen a csecsemőgyerek. Ugye? De minden emlősnek tehát a kisemlősök, azok alapvetően kiváltják az emberből ezt a gondoskodói ösztönt. Minden kisemlős. Tehát a kölyök medve is. Hát meg a minden ilyen kedves kölyök is. Vagyunk húzalozva. Igen, a kölyök ember, az ember kölyök is. Tudod, így meglátja a hétköznapokban szocializálódott paraszt, és
Így elfogódik. Tehát igazából ehhez nincsen szükség. Tehát ahhoz, hogy egy kölyök kutyával, meg egy kölyök macskával azonosulni tudj, ez nincsen szükség ahhoz, hogy egy kicsit is humánus légy. Nem kell hozzá. Kicsit se kell érzékenynek lenni hozzá. Okay. Érted? Hanem azonnal megbassza a tudattalanodnak azokat a receptorait, amelyek felkeltik benned ezeket a gondoskodó ösztönöket. Meglátod egyszerűen a minden emlős kölykével ez van. Mi bármilyen emlős kölykével. Okay. Hogy meglátod, és egyszerűen kiki. Persze, hát így vagyunk, hogy figyelj, Robi. Na most arról van szó, hogy megjött az a politikai mozgalom, amelyik, és ez a gender mozgalom, meg ez a PC mozgalom, ha úgy tetszik, amelyik fogyasztáskonform élményeket kínál a te számodra, és ezekből generál politikát. Tehát egy fogyasztói élményt kapsz, kvázi, mint politikát. Az egyik a bevándorlókból, meg a színesekből, meg a más kultúrák iránti toleranciából, amiről fingjuk nincs amúgy. A másik a nőkből, meg az ilyen transgender dolgokból, a harmadik meg a állatokból, azon belül is a kedvencekből. Érted? Mikor jönnek az ásványok jogai? Tehát én például szeretném, érted? Vagy azért gondoljatok már bele, hogy egy gyárban mi zajlik. Hát az tiszta Auschwitz. Hát mit művelnek ott, értitek, a fémekkel? Láttatok ti ilyen szörnyűségeket? Hogy az alumíniummal, meg az ólommal, meg a rézzel mit művelnek? Vagy egy ötvös hogy kínozza az aranyat? Kiégeti belőle az ásványokat, értitek? Kiszedi a maga természetes formájából, és beleteszi a tűzbe, és kiégeti! Én tiltakozom, tehát én megalakítom az ásványok jogaiért mozgalmat, mert fáj annak az ásványnak, és szerintem az ásványoknak is vannak emberi jogaik. Én úgy gondolom, hogy a posztmodern az úgy viszonyul a világnézethez, ahogyan a bulvár a kultúrához. Egy fluid nézetrendszer, ami a fogyasztói komfortodat szolgálja, és kifejezetten a fogyasztói komfortodat szolgálja. Tehát, jó, helyben vagyunk, Robi, de még van egy pár kérdés, amit nem válaszoltunk meg. Például, hogy ezek már ilyen összegző filozófiai eszmefuttatások kezdődnek, tehát, hogy például egy vegán, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne egyél húst, és ezt tartja a természetesnek. Hozzád beszélek. Ezt tartja a természetesnek. És például akkor mi történne a házi állatokkal, azokkal a fajokkal? Az őserdőben nem tudod kikergetni a disznókat, meg a kacsákat, meg a libákat. Vágod? Tehát mi történne velük? Ők nem akarják felszabadítani a különböző fajokat. Ők a cuki macskákat és kutyákat, a házi kedvenceket szeretnék folyamatosan dorombolni, látni. És amikor ezeket bántják, akkor ezek az emberek, ezek meg tudják élni az állatok iránti szeretetüket. Ott élik meg az állatok iránti szeretetüket, ahol az a legkényelmesebb. Ahol az a fogyasztói komfortjukat a legjobban szolgálja. De most a vegánokról beszéltem. Akik elutasítják a csirkegyárat is. Érted? Meg a disznóvágóhidat, meg a szarvasmarhavágóhidat elutasítják. És ahol tényleg embertelen körülmények ura, embertelen állattalan... De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy valaki vegán vagy nem. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy valaki vegán vagy sem. A nagyüzemi állattartásnak az elutasítása, és a nagyüzemi állattartással szembeni fellépés, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy valaki iszik-e tejet, vagy eszik-e tojást. Semmi köze nincsen. Most miért is lenne? Hát most attól, hogy te háztáji tojást fogyasztasz, attól te még ellenezheted nagyon is joggal mondjuk a nagyüzemi állattartást. Nem? Attól, hogy te háztáji tejet fogyasztasz, attól te még ellenezheted teljes joggal a nagyüzemi állattartást. Nem? Miért jött létre itt egy árukapcsolás a között, hogy valaki vegán, meg a között, hogy valaki embertelennek tartja a nagyüzemi állattartást, és mondjuk küzd az ellen? Létezik ez az árukapcsolás, és nem én találtam ki most itt a pincébe. Jó, csak hát ez eleve egy romlott nézetrendszer. Olvastam, ne egyél húst, és akkor megszűnik ez a szörnyűség, ami a nagyüzemi állattartás. De igen, de ne egyél húst, vagy miért nem az a mondás,
hogy vegyél háztáji tojást, vagy háztáji, vagy házi tejet. Valahogy. Miért nem ez a mondás? Ott is megölik, tudod? De nem ölik meg, tehát a tojás, várjál, bocsássál meg, a tojás, meg a tej, esetében nem ölik meg, és ugye a vegánok nem fogyasztanak sem tejet, sem tojást. Mert ugye, én akkor most a húsevésről beszélek. Akkor a vegetarianizmusról beszélsz. Igen, de a vegánok szokták ezt mondani, ezért érted ezt a nagyüzemi dologgal szemben. De nem a vegánok szokták. A nagyüzemi állattartással szemben egy csomó aktivista fellép. Ennek nem ki, ez nem egy szükségszerű árukapcsolás, legfeljebb a te fejedben. De létezik ez az árukapcsolás, és nem az én fejembe létezik, bazd meg. Olvastam a Facebookon, vagy 500 ezer ilyen bejegyzést, és ezen gondolkodtam el. És a kérdésem erre vonatkozott. Nem én állítom, jó ember, nem én állítom, létezik ez a dolog. Tehát ne egyél húst, mondja a vegán, aki persze tojás se eszik nyilván meg. Mit tudom én, mit se eszik? Meg tejet se iszik? De ez megint egy olyan állapot. Hasonló a logikája ahhoz, hogy a kuncsaftot kell büntetni, és megszűnik a prostitúció. Nem, ez megint egy olyan állapot. Hasonló a logika. Ahol azt látjuk, meg azt érezzük, hogy kizárólag nagyüzemi állattartásból származó tojáshoz, tejhez, húshoz juthatunk hozzá. Ugye? Tehát ez már egy plázában született nemzedék, amelyiknek egyszerűen fel sem vetődik a fejében, hogy mondjuk létezik olyan hús, meg létezik olyan tej, meg olyan tojás, ami nem kötődik ehhez a nagyüzemi állattartáshoz. Hanem ők egy az egyben azonosítják a húst, a tojást és a tejet a nagyüzemi körülmények között, embertelen körülmények között tartott állatok lemészárlásával. Meg kéne kérdezni tőlük, hogy mi a farmerekről a véleménye. Vagy az ilyen, érted, a kis üzemről. Nincs véleményük. Én kíváncsi lennék rá. Nincs véleményük. Na, amire egyébként még ki akartam ezt az egészet futtatni, hogy ez a városi állatvédelem, nevezzük így, meg a gender, meg a PC. Ez valahol kulminál abban a jelszóban, hogy erőszakmentesség. És az erőszakmentesség az hozza létre a safe space-t. Tehát egy olyan generáció látszik kinevelődni, amit úgy neveznek, hogy hópihe generáció, hópihe nemzedék. Ők azok, akik tiltakoznak a nyugati kampuszokon, hogy a Shakespeare-be vér folyik, és akkor ki kell herérni a Shakespeare-t, és akkor csak azokat a részeket tanulják, vagy egyáltalán nem tanulják, stb. És az erőszakmentesség az egyik központi fogalma ennek az egésznek. Azt persze nem tartják erőszaknak, hogy az aktivisták erőszakoskodnak veled. Az más, érted? Erőszakmentesség. És tudod mi ez? És most lehet, hogy fasiszta leszek. Ez bazd meg a fehér ember eutanáziája. Ez az egész. Ez a kulturális jelenség, érted? A fehér ember eutanáziája. Kegyes halála. Érted? Kivonják, érted? A férfi már nem férfi, a nő nem nő. Beadják neked az injekciót, és jöhetnek majd a helyedre mások. Ez a vélemény. Ennek semmi köze nincs a bőrszínhez. Semmi köze nincs a fehér emberhez. Nem is értem, hogy jön ide ez a fehér, mint bőrszín. Mert a többi kultúra nem így. De könyörgöm, a fehér bőrszín az nem kultúra. Az nem egy kultúra. Rassz. Tehát eleve hogy csúsznak össze ezek a fogalmak a fejedben, nem is értem. Tehát a fehér bőrszín az nem kultúra. Fogalmazzunk úgy, hogy a történelem utáni ember, ez a posztmodern ember. Aki nincs Kínában, aki nincs Afrikában, aki nincs Latin-Amerikában, aki nincs az iszlám világban, hanem hogy mondjuk 80-90%-ról lefedi a fehér embert. Nevezzük akkor nyugatinak, jó? Kulturálisan nevezzük nyugatinak. De van, ahol ez véresen bőrszín, tudod, milyen viszonyok vannak Dél-Afrikában? Ami ellen mindenki fölhorgatta még annak idején az apartheid rezsim, hogy ott a búrokban az meg milyen terrort csinálnak, meg
miket művelnek az afrikaiakat, tudod, hogy most milyen viszonyok. Azért is hülyeség a fehér emberről beszélni, mert a fehér nők azok nagyon is elnyomottak, a komplett történelem folyamán leigázottak. A fehér nők, Natalie Portman, ja, értem. Érted, az egyes így a fehér értem. Emberről beszélni, komolyan értem. Olyan, hogyha Bajer Zsoltot olvasni. Most, hogy majd megüresedik a helye, majd én lépek a nyomdokai. Miért üresedik meg Bajer Zsolt helye? Hát, hogyha veszít a Fidesz, akkor nyilván bukik az egész azért. Tehát bukik a NER, bukik az Orbán rezsim, aztán jön a gender. Szóval... És rábaszunk mind a ketten. Szóval én azt gondolom, hogy ami a Tesla a közlekedésnek, és ami az iPhone a kommunikációnak, ami a Facebook a szociális kapcsolatoknak, az a genderizmus, meg a politikai korrektség a világnézeteknek. Na, ezt fejtsd ki. Egy megváltási modul a szilíciumvölgyből. De most a Tesla hogy jön ide? A Tesla hogy jön ide? Pont a Tesla. Pont a Tesla, pont az iPhone, pont a Facebook. Az iPhone-t, Facebookot értem. De a Teslát nem érted. Azt nem érted, hogy ami a Tesla a közlekedésnek, az az iPhone a kommunikációnak. És az az emberi kapcsolat. Tényleg nem tudok róla. Én azt tudom, hogy Nikola Tesla az egy horvát származású, de magyarul is beszélő feltaláló volt. Nem tudsz a Tesla autóval. Nem tudsz arra, hogy a Tesla... És őzés volt ezoterikus, mert ilyen sugarakban, mert nem tudom, mit behitt. Hát ez, nem tudsz arról, hogy a Tesla az egy... Nem kötözködök, esküszöm, nem. Tényleg nem. Nem ismerem ezt. Egy elektromos autómárka. Hát de nem terjedt el. De bazottul. De most járkálnak Teslával itt? Ja. Igen. De ez jó. Hát ne, bazd meg, akkor nem, nincs kipufogó gáz meg. Természetesen jó. Hát ez tök jó. Természetesen jó. Hiszen ez egy új, sokkal környezetbarátabb, sokkal komfortosabb, egy új típusú, egy új közlekedés. Hogy a faszba tudod a démoni Facebookkal ezt egy nevezőre hozni? Mert azt hittem, hogy most egy ilyen... Most attól, hogy egy autó elektromos, attól még 1000 baj van a céggel, meg 1000 baj van az autóval. Például, hogy más példát nem mondjak, a Tesla autó számos olyan közlekedési balesetért felel, egész konkrétan az abban lévő önvezető mechanizmus, vagy szoftver, amelynek nyomán elütöttek egy csomó embert, akik azért haltak meg, mert a Tesla, mármint az Elon Musk, a Teslának a igazgatója, az a tesztelési fázisban kibocsájtotta és forgalomba helyezte ezeket az autókat. Amit mondjuk nem tett meg a Google, amelyik szintén elektromos autó és önvezető autó tesztelést végez, de nem bocsájtotta forgalomba, mert mondjuk nagyobb felelősséget mutatott az emberi élet meg az emberi biztonság iránt, és továbbra is teszteli ezeket az autókat, addig az Elon Musk az forgalomba helyezte őket, és megjegyezte, hogy csak úgy szabad az önvezető funkciót használni, hogyha közben a kezed ott van a kormányon, minden pillanatban. És nem is sejtette, hogy hát itt lesznek emberek, akik az önvezető autó önvezetése közben hát esetleg leszopják egymást, vagy esetleg hát, hogy mi már más nem is jut eszembe, esetleg basznak. Más példát nem mondjak, vagy az egyik kinyalja a másiknak a picsáját, vagy a seggét. Nagyon mondjuk, hogy ilyen fantáziaid vannak. Bazd meg, egy balesetet okozó önvezető elektromos autóról csak szexuális fantáziák. Nem, csak szexuális fantáziák. Mondjuk kölyök hajlatba bassza az egyik a másikat, miközben az önvezető autó halad, segbe bassza, vagy a tért hajlatát bassza meg, esetleg a makkot és a melbimbót összeérinti, és csat! És mi van, hogyha valaki cikket ír, mint egy köcsök barátom bassz meg vezetés közben, újságcikket szokott írni. Semmi szükség önvezető autóra. Az iPhone-ján. Nos, az érdekes az az, hogy ugye a feladat az lett volna, ilyenkor Elon Musk széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát ott kellett volna tartanod a kezedet a volánon, hát akkor nem történt volna a súlyos baleset. Hát kicsit önuralom. De hát azért ezt figyelj. Könyörgöm, ha forgalomba helyezel egy önvezető autót, érted? Most ez olyan, mint azt mondani, hogy lefagyott a telefonod? Hát miért nem programoztad?
Nem vagy programozó? Uh-huh. Hát, akkor sajnáljuk. Nekem majd... Robi, a... Na, tehát arról, ugye most már nem kötekszel, hogy nem tudod, mi az a Tesla, az egy ilyen nagyon ezoterikus tudós a 19. századtól. Nem, azért jutott eszembe, bocs, a... Mondd már, a Total Recall. Azok az autók, tudod, ott a robotcsávó, és még akkor így beszélgetett, és olyan volt, mint gyerekkoromban azok a felhúzhatós, ilyen bádog, önjáró autók. Na igen, a szocializmusban, tudod, és akkor ezek szerint már léteznek ilyenek, hogy az autó a robot vezet, nem? Igen, léteznek ilyenek, hogy a robot vezet. Egyben erről beszélünk, igen, erről ezt magyaráztam. Hát igen, jó, nagyon jó. Főleg, hogyha nem téged ütel, akkor kurva jó. Hát nem, ugye? Arról van szó, hogy a szilíciumvölgy legyártja a maga megváltási moduljait. Ugye ezek a figurák, ezek ilyen istenemberek. Ezek a Steve Jobsok, ezek az Elon Muskok, ezek a Mark Zuckerbergek, ezek ilyen istenemberek. És tényleg ők léptek az Isten helyére. Ugye az Isten halott, ahogy azt Nietzsche megmondta, és a halott Isten helyére lépnek ezek az istenemberek San Franciscóból, akik a technológiával váltják meg az emberiséget. Ugye a technológia az új megváltástan. Na most, egyikük, Zuckerberg, megváltotta az emberi kapcsolatainkat. Most értjük, hogy nem egy Jézus Krisztus, kb. Annyira lettek megváltva az emberi kapcsolataink is, amennyire Zuckerberg nem Jézus Krisztus. Na, hát a közlekedésünket az pedig megváltja Elon Musk a Tesla autóval. A tömegkommunikációnkat meg megváltja Steve Jobs az iPhone-nal. Ugye? És? Tehát, hogy arról van szó, hogy nem elégedtek meg azzal, hogy pusztán a kommunikációnkat, pusztán az emberi kapcsolatainkat, pusztán a közlekedésünket váltják meg, hanem meg akarják váltani a közösségi létezésünket. A társadalmi viszonyainkat. És legyártottak erre a célra is egy kvázi megváltási modult. És ez a PC és a genderizmus. Ez gyártottak nekünk, ahogyan gyártottak iPhone-t, Tesla autót és Facebookot, hogy a fogyasztói komfortunk az még kiterjedtebb legyen, mert a fogyasztói komfortunk által vagyunk megváltva. Legyártottak nekünk egy politikai ideológiát. A szilíciumvölgy gyakorlatilag az átfogó, univerzális megváltásnak az igényével lép fel. És megváltja a társadalmi viszonyainkat. És ez köszön vissza mindenben, ami PC, és mindenben, ami gender. Meg állatvédő. Ez a... Hát egy vadhajtása annak ez is. Érted? Hidd el, hogy ők nagy részt azért vegánok. Tehát jó részt vegánok. Hát erre bátor. Na, világos. Hát arról van szó, hogy ez így értem azt, hogy ez egy fogyasztáskonform fluid ideológia. Ez azt jelenti, hogy a magad fogyasztói igényeire tudod szabni. Ugyanúgy, ahogy az iPhone-odat, a saját azokat az applikációkat töltöd le, amiket akarsz, hidd el, hogy a Tesla autót is úgy programozod, ahogyan a saját komfortodat a legjobban szolgálja. A Facebookot az úgy a saját lájkjaid és a saját kedveléseid és a saját ketteléseid meg a saját igényeid és szükségleteid szerint úgy alakítod, ahogyan az neked kifejezetten megfelel, hogy a te személyiségedet, vagy a te személyiség vákumodat közvetítse a környezetnek. A személyiség vákumna. Hát a személyiség hiányodat. Ez végre egy jó gondolat. Na, szóval, jaj, de jó, jaj, úgy örülök, hogy tetszik. Na, szóval ez egy kiváló terminus volt, amit egyébként te találtad ki? Ugyanígy történik. Ez be lehetne vezetni.
A közbeszédben. Ja, a közbeszédben még nincsen. Nem egy rossz dolog, vagy nem egy rossz szó. Igen. Na, tudom, személyiségvákum. Igen. Tehát, hogy a, mert ráadásul azért jó, mert beszippant. Érted? Beszippant tartalmakat. Tehát arról van szó, hogy ugyanígy a gender az milyen ideológia, a PC az milyen ideológia. Nincsenek konkrét ideológiai tézisei, hanem te, az egy keretrendszer, pont úgy, mint az iPhone, fogalmi keretrendszer, igen, amin te, belül gondolkodhatsz és beszélhetsz, amit és te, hogyha a keretből kilépsz a beszédeddel, abban a pillanatban vagy fasiszta meg egy Értem, de én nem ezt magyarázom. Én azt magyarázom, hogy ez egy fogalmi keretrendszer, amit a saját fogyasztói igényeidnek, meg a saját fogyasztói szükségleteidnek megfelelően tudsz magadnak a saját komfortodra formálni. Én értem, de nagyon sok antikapitalista feminista, mert a feministák egy jó részem keményen antikapitalista, azt ezt kikérné magának, és azt mondaná, hogy hülye vagy. Ez nem igaz. Soha nem igaz. Soha egyetlen baloldali mozgalom nem volt, amelyik ennyire tőkebarát lett volna, amelyik a Wall Street-tel ennyire jó kapcsolatban. A radikálisokról beszélek, akik ettől elhatárolódnak. Amúgy elképesztő hülyeségeket beszélnek, most jutott eszembe, hogy képzeld el, hogy már rendes anarchisták sincsenek, tehát ez a klasszikus maknói, bakunyini, kropotkini anarchizmus is oda lett, és beszippantotta a gender, hagyd mondjam végig, és reflektálj rá részes, amit most fogok mondani, mert nagyon érdekes dolgot mondok már ebből a szempontból, amiről beszélünk. És az osztályharc helyett, figyelsz? Az osztályharc helyett, ugye a fő ellenség náluk még mindig a kapitalizmus, mert szélső balos szektáról van szó. De az osztályharc helyett a gender vette át a szerepet, és az a nézetük, hogyha leszámolunk a 30-40 ezer éves patriarchátussal, akkor a kapitalizmus is megszűnik. Tehát az antikapitalizmusukat, és akkor írom az egyik ilyen anarchista csávónak, hogy figyelj, most akkor te például az iszlámot hogy egyezteted össze, meg ugye a bevándorlók, stb. Ezt elkent az egész problémát, és azt mondta, az iszlám országokban egyre erősebb a proletariátusnak a harca, amit nők vezetnek. Ennyire, érted, ennyire a valóságtól teljesen, nem tudtam haragudni a csávóra, mert ilyen szinten, tehát ilyen szintű naivitást, érted, a Harry Potter ehhez képest, bazd meg, a vaskos realizmus, érted? A vaskos, a 8. kerület, bazd meg, a Harry Potter ehhez képest. Ez döbbenetes, csak azért mondom, hogy ugye te már rég eltávolodtál a régi szélsőbalos barátainktól, és hidd el, hogy még nyugaton is, meg nálunk is, még mindig erős náluk ez az antikapitalizmus, csak beszippantott ezt és a gender, és összekombinálták, bazd meg, Marxot a genderrel. Vágod? Az osztályharcot bevitték a genderbe. Patriarchátus egyenlő kapitalizmus. A PC-re rasszizmus egyenlő kapitalizmus. Ha megszűnik a patriarchátus, és megszűnik a rasszizmus, akkor kapitalizmusnak is vége. Ebben gondolkodnak. És hogy lesz vége? Hát úgy, hogy majd a világforradalom, hogy így eltűnik. A proletariátus... De milyen világforradalom ez, könyörgöm, milyen világforradalom? Kiírják a szótárból azt a szót, hogy kapitalizmus, attól majd megszűnik. Vagy majd tilos lesz azt a szót használni, hogy tőzsde. És a Wall Street így azt mondja, hogy hát akkor szóroszunk. Nem. Vagy mi? Milyen a forradalom? Nem, hanem tilos lesz azt használni azt a szót, hogy hiszti, mert ez egy feminist, vagy hogy mondjam, ez egy terhelt kifejezés. Tilos lesz használni a macsóista, az elnyomó macsóista, hímsoviniszta, fallokrata szóhasználatot, és azt kikezdi a kapitalizmust. Azt tudni kikezdi, bazd meg. Én is röhögök rajta, de bazd meg, létezik ez a gondolkodásmód, jó ember, létezik. De nem, hát arról van szó, hogy ne kelljen antikapitalistának lenni, hanem kelljen a nyugati férfiak ellen harcolni, és az majd megoldja a kapitalizmus problémát. Hát a következő van, ezt azért hoztam, ez egy marginális jelenség, világos.
De azért hoztam be ezt, azért hoztam be ezt a témát, már elkezdtem az előbb, amikor feministák tüntetnek az ellen, hogy gyerekeket is fölhasznál a hormonkezeléssel, ilyen transzneművé operálják, vagy csinálják, vagy alakítják a gyerekeket, ez ellen feministák is tüntetnek. Tehát van a tiszta szekta, az eredeti tiszta antikapitalista feminizmus, érted? Ami utálja a reklámot, utálja a fogyasztást, utálja a gyerekek átoperálását és a hasonló dolgokat. Vágod? És van a mainstream, ami a kapitalizmus maga, ami úgy adaptálódik, hogy átvesz a szélső balról elemeket, divattá teszi és beintegrálja magába. Itt volt a Carmen. Emlékszel a Carmenre? Átírták a Carmen végét, egy olasz idióta fasz. Mindegy. Nem a nők lövi le a Firenzei operaházban így mutatták be. Nos. Hogy a végén Carmen marad életben. Szerinted... Hogy elvileg az volt a dráma, hogy ott a nőt megölik. De hagyjuk a drámát. Öntjük fel szódával, és csináljuk belőle limonádét, bazd meg. Pontosan. Tényleg, pontosan, és várjál, és... Csak a lényeg, hogy a nő meg ne sérüljön a színpadon. De érted, hogy ez egy színpadi játék? Tehát valójában nem öljük meg a nőt. Nem, az nem sugallhatunk férfi erőszakot, ez a lényege. És ez nem a fanatizmus. Ez nem a fanatizmus. Ahogy elsőre mindenki azt hinné, ez a piac. Tudod szerintem mi lehet mögötte? Ez most kurrens, ez most divat, erről most sokan beszélnek. Na csináljunk egy ilyen Carment, tele lesznek velünk a lapok, és megveszik a jegyet. Vágod? És így megy be a balos forradalom a mainstreambe. És a balos forradalmárak ugyanúgy ott maradnak a szutyokba, a picsába, a szélén, az álomvilágukba, hogy majd a proletariátus meg a nők itt kivívják a végső akármit. És a mainstream meg beveszi ezeket a dolgokat, és így megyünk az antiutópiába. Piackomfortan megyünk nem antiutópiába, disztópiába, bocsánat, a disztópia, az Orwellbe. Így megyünk az Orwellbe. Nem a forradalmárok csinálják meg az Orwellt, vágod? Hogy értettem azt, hogy fogyasztáskonform fluid ideológia? Hogy értettem azt, hogy ez a nézetrendszer, meg ez a gondolkodásmód, meg ez a keretrendszer, ami a PC, meg a gender, ez a fogyasztói komfortodat szolgálja? A jelenkornak a legfontosabb élménye, ami az üzemanyaga a gender kurzusnak, meg a gender ideológiának, az az önsajnálat. Mindenki tele van önsajnálattal. Mindenkiből, minden pórusán keresztül fröcsköl kifelé az önsajnálat. Mindenkinek megszomorították az életét. Mindenki áldozat. Ezek az áldozati pózok, ezek a 21. század ideológiai üzemanyagai. Pontosan. Na most, és miről szól a genderizmus, meg a politikai korrektség? Miről szól ez az egész újbalos neomarxizmus? Mi másról szól, mint arról, hogy mindegyikötöknek igaza van. Minden önsajnálat jogos. És most adunk nektek egy ilyen, ahogyan az imént fogalmaztam, egy ilyen fluid ideológiát, amit te a saját fogyasztói komfortodra, kvázi a saját önsajnálatodra, és a saját megszomorítottságodnak az egyéni történetére szabhatsz. Tehát neked van egy saját kárhozati sztorit. A te saját kárhozati történeted. És itt egy ideológia, amelyik azzal kezdődik, azzal a mondattal kezdődik, hogy igazad van. És ebbe az ideológiában nincs is más dolgod, mint a saját nyomorúságodnak, kvázi nyomorúságodnak, ez egy kurva nagy idézőjelben van, a saját bármiféle nyomorúságodnak, amit tartasz magadról, ami a saját mítoszod. A kambodzsai az nem panaszkodik. A saját megszomorítottságodnak a mítosza, azt erre rászabhatod. Vagy inkább fogalmazunk fordítva, azt erre a saját megszomorítottság és megnyomorítottság mítoszodra szabhatod az ideológiát. Hát egyszerűen ténylegesen úgy viszonyul az ideológiák világához, meg a társadalomhoz, ahogyan az iPhone a kommunikációhoz.
új távlatokat nyit. Ugye? Hogy néznek ki, a baloldali ideológiák a PC és a gender előtt? Volt Marxnak a Tőke című könyve. Abban elég konkrétan benne volt, hogy kik az áldozatok, meg kik az elnyomók. Ugye? A proletárok voltak az áldozatok, és a tőkések, a nagy tőkések voltak az elnyomók. Ugye? Nem kurva egyszerű volt. Tehát, ha proli voltál, és gyári munkás voltál, akkor magadra tudtad venni az ideológiát, de nem szabhattad magadra akárkiként azt az ideológiát. Az nem úgy volt megkonstruálva, hogy bárkiként áldozat lehess. Ezek voltak a keretei akkor, meg ezek voltak a határai, ezek voltak a korlátjai ennek az ideológiának akkor. Na most ezeket a korlátokat, ezeket ez az új balos mozgalom, ez egyszerűen lebontotta. Mostantól kezdve eleve, ha nő vagy, már is áldozat vagy. Az már alapból. Tehát már az 50%-nak már is fölkínáltuk. Ha nem fehér a bőröd, már is áldozat vagy. Hát akkor így megint kurva sok embernek felkínáltuk. Ezen kívül, hogyha valaha bárki téged bántott, bárki, megint csak áldozat vagy. Hát most mit tudom én, mi történt gyerekkorodban? Megvertek, vagy megpofoztak a szüleid, vagy mondjuk zaklattak, nem a szónak a szexuális értelmében, csak mondjuk baszogattak. Érted? Áldozat vagy. Most ez az ideológia, ez minden áldozati poszt, minden áldozati szerepet kiszolgál. Tehát valójában lehetővé teszi azt, amit Marxnak a Tőke című könyve nem tett lehetővé. Nem lehetett bárki áldozat. Hitlernek a Mein Kampf című könyvének a szellemében se lehetett bárki áldozat. Ahhoz Árja Germánnak kellett lenni, hogy áldozat vagy. Azt mondhatsz, vagy gondolhatsz magadról. Nem teljesen stimmel a dolog, Robi, mert ott a, hogy mondjam, az csak egy átmeneti áldozat. Tehát a nácizmus az pont azt mondja, hogy a zsidó-keresztény gondolkodással az a baj, hogy ezt a mártíromságot, meg a gyengeséget, meg az áldozatságot, meg a veszteséget állítod, mint, jó, de mint abszolút értéke. Hitler nem a és Hitler. Mi most kemények vagyunk, fogányok leszünk, jajjal legyőzöttek. Hitler nem azt mondta, hogy jöttek a zsidók, és alávetették ilyen értelemben, az népeket, tehát ezek a népek áldozatok. Ilyen értelemben igazad van, csak szerintem menjünk egy picit mélyebbre, mert szerintem tényleg a zsidó gondolkodásba gyökerezik ez az áldozatkultusz. Tehát, hogy a vesztes, és azon keresztül a kereszténységben. Hát szerintem a kereszténységben. Hát kurvára nem, a judaizmusban még éppen, hogy nincsen. Ez Jézus hozza be. A judaizmusban az áldozatság, a zsidóknál az üldöztetés. A modern folyamatos áldozatság. Nem olvastad a Bibliát. Jaj, tényleg. Érted? Hát nem mondnám. A proféták folyamatosan átkozták a népet, meg mit tudom. A szenvedésnek, az áldozatságnak ott a kurva nagy kultusza volt, és abból csírázott ki a kereszténység. Igen, és akkor miért írta azt Nietzsche, hogy az Ószövetségben ott van az a szila erő, mert az Ószövetségben az is benne volt, még az egy átmeneti ír, és a Nietzsche azt az aspektusát hát, vette ki, lehet, hogy olyan, mint Európa. Valójában ezt írta Nietzsche, érted? Európa Ázsiához arról van szó, arról van szó, hogy benne volt az a kegyetlen, az meg folyamatosan pofázol egy mondatot. Arról van szó, hogy az áldozati státuszhoz erkölcsöt azt a Jézus Krisztusnak a feláldozása rendelt hozzá. Arról van szó, hogy a Jézus Krisztust, mint a bárányt úgy vitték feláldozni. És hogy ez az áldozat, ez mégiscsak megváltott, hiszen a bárányból, ugye, az eltámadás által itt vált le, itt le, teljessé, de csíráiban meg voltak korábban mindegy. Na, tehát a lényeg, hogy az Ószövetség az igenis az erőnek, az erős, haragvó atyaistennek a könyve. A könyve. Az Új Szövetség az meg a báránynak a könyve, akit visznek feláldozni. És átvágják a torkát, és lecsapolják a vérét, de harmadnapra föltámad. Ugye? Tehát így én azt gondolom, hogy ez alapvetően a kereszténység rendelt hozzá erkölcsöt az áldozatisághoz. És ennek a perverziójával állunk szemben. Most. Hát ennek az exportjával állunk szemben. Ez az exportja. Ez mindenkinek jár. Mindenki áldozat. Bárki. Mindenki Jézus Krisztus. Mindenki. Te is az vagy. Tényleg van meg pofonvágott anyád. Te
is Jézus Krisztus. A MeToo-ba most abuzáltak, de harmadra föltámadsz, érted? Minusz föltámadás. Igen. Igen. Na, igen. Natalie Portman-t illeti, közben én kimentem, mert itt nagyon nem volt internet, és a Natalie Portman cikket sikerült megnyitnom a Velvetnek, a Gumicukor, a Velvet celebrity blogja ennek az oldal. Ugye a Velvet az még nem eléggé bulvár, tehát ez a Velvet alá kellett gyártani egy Gumicukor blogot, ugye? Tehát ugye a Velvetnél még az ember azt érzi, hogy így bassza meg Velvet, hát ez túl, ez Dostoyevsky, ugye? Tehát ez túl mély, ez oldjuk ezt a komolyságot! Ezt egy kell komolyságot, gumicukor! Gumicukor, basszad meg! Natalie Portman-t megkérdezték Woody Allenről, nagyon jól válaszolt, írja a Gyulai Bence. Natalie Portman-nel az új filmje az expedíció kapcsán készített interjút a BuzzFeed. Ebben szóba kerül a Time's Up kampány, amihez szorosan kapcsolódott. Leletleződött a büdös gyökér, a kerítésvágó, és állítom, ott van a kabátjában a hidegvágó. Tudjátok, a kurva nagy drótvágó olló, soros, na ez az, soros, bassz meg. A frajdi elszólás a tudattalan előhozta az igazságot. Én ugatom állandóan, hogy a reklám a tudattalannal kommunikál, nem a tudattal. Ez az. Szóval... Ennyire hatás alatt, hogy a Fidesz kampánynak? Kurvára. De hogy nem. Szóval ebben szóba kerül a Time's Up kampány, amihez szorosan kapcsolódott a színésznő Pikírt megjegyzése a Golden Globe kiosztón. Az eset szintén szóba kerül az interjúban, de még érdekesebb, amit Portman akkor mondott, amikor arról kérdezték, hogy úgy érzi-e, lejárt az idő Woody Allen számára is, akivel Portman még a 90-es években dolgozott együtt. A színésznő ezt válaszolta. Nem gondolom, hogy erről kéne szólnia a diskurzusnak. Szerintem inkább arról kéne szólnia, hogy miért mondunk le egy csomó műalkotásról azért, mert a nők és a színesbőrűek nem jutnak lehetőséghez. Ne arról beszéljünk, hogy most melyik férfi karrierje ér véget. Arról beszéljünk inkább, hogy mennyi műalkotás nem készült el, amiatt, hogy a nők, a színesbőrűek, a mozgáskorlátozottak és az LMBTQ plusz közösség. Így van leírva. A plusz az kurva jó. Ez maga a gender, nem? Ott a plusz mögé odaírhatod magadat. Az LMBTQ pontpontot, ki van pontozva, bazd meg a nevednek a hely. És te bazd meg, aki lehet, hogy éppen fehér férfi vagy, aki ütöd vágod a kutyádat, de bazd meg, te is áldozat vagy, neked is jár, bazd meg, érted? LMBTQ plusz. Ezt így oldották meg, de tudod, hogy bajban voltak LMBTQ, és jöttek a vetők. És mindenki bejelentkezett, hogy én is, és már nem lehetett újságcikkeket írni, bazd meg. Mert az egész újságcikk az LMBTQ-BTCHI lett volna, bazd meg. Nem lehetett, bazd meg, LMBTQ plusz. És ott a plusz, bazd meg, igazából rájöttem, megtaláltam a genderizmusnak a quintessenciáját, ott van ebben a pluszban, ahol a két vonal metzi egymást, ott van, bazd meg. Ja, nem, ott a bazd meg, LMBTQ plusz, plusz te, apuka, még te, plusz az LMBTQ emberek. Szóval az LMBTQ plusz közösség tagjai nem jutnak lehetőségekhez. Tudod, a közösség végtelen, ugye? LMBTQ plusz. Ugye, itt mindenki a közösséghez tartozik, aki kicsit is áldozat. Na de várjál, akkor ki az ellenség. Nem jutnak lehetőségekhez. Bocsi, van az elnyomó, hoppá. Az nincs benne, az LMBTQ pluszban. Hát az a kérdés, hogyha kéreckedik az LMBTQ pluszba, akkor benne van, érted? Nincs ez így meghatározva, hogy ki az elnyomó. Hát fehér férfi, akit nem basztak meg gyerekkorában, ő az elnyomó. LMBTQ plusz közösség tagjai nem jutnak lehetőségekhez, ugye? Erről a veszteségről beszéljünk, ami mindannyiunkat érint a művészetben. Egy hatalmas lyuk van a kultúránkban, erről kéne beszélni. És ha már itt tartunk, írja Bence, nézze meg Portman új filmjének a trélerét! Az Expedíció című film, filmet szintén férfi rendezte, viszont a főszereplők mind nők. Biztos jó film, hiszen a főszereplők mind nők.
De ez lépett a... Tehát igazából azok a történelmet most lezártuk, és megjött a történelem utáni ember, amelyik szerint a film, ha csak nők játszanak benne, hát az kurva jó film, hát baszott progresszív. Már csak az a kérdés, hogy rendezhette ezt is egy férfi. Ebben nekem sokkal nagyobb... Ez férfi rendezte? Férfi rendezte! De az nem férfi valószínűleg. Harry egy férfi szolga. Jó, de... világos. Szóval, ugye... ebben nekem sokkal nagyobb kihívás. Ez jó szó, hogy kihívás, ugye? Kihívás, challenge. Tudod? Ezt még használják, ugye? Kihívás. Az el nem készült művek végtelen listája. Értitek? Tehát eddig a fehér heteroszexuális férfi művészete uralkodott a világban. Ez a totális gyarmatosítás és elnyomás. De ott van mögötte sokkal nagyobb számú és sokkal kiválóbb el nem készült mű, amit homoszexuálisok, leszbikusok, egyébként ez fasság, mert Leonardo da Vinci és Michelangelo is homoszexuálisok voltak, meg Plátó, meg egy csomó minden, és ott mégis rohadt elnyomó fasiszták és fehérek, vágott. Tehát igazából szerintem azokról a művekről kellene beszélnünk végre, Robi, amit fekete, leszbikus, transzexuálisok nem készítettek el, pedig elkészíthettek volna, és ilyen értem, hogy nem készítették el, ott van a tiszta potencialitás, ami egyébként a műnek a tökéletessége. Érted? Az el nem olyan érted, mint ahogy a reménytelen plátói szerelmek a legszebbek. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem hallott az illet. Az a legszebb csúk, mit el nem csókolunk. Énekelte a művésznő. Pontosan. Pont, azon kéne elgondolni. A Claire Kenneth volt a szeretője, az a magyar származású amerikai ponyvaíró nő, a nagy vampnak, de ez most mindegy, tehát most térjünk vissza. Azon kéne esetleg... Nem Fomilfó Karádi Katalin, mert fasiszta volt, mert a háború előtt élt. Azon kéne elgondolkodnia esetleg Natalie Portmannek, hogy ő vajon nem veszel lehetőséget egy LMBTQ plusz embertől azzal, hogy folyamatosan szerepel? Jogos! Ez a kérdés. Jogos. Érdekes módon a történelmünkben tátong egy kibaszott nagy lyuk. Így van. De Natalie Portman, hát ő a kurva progresszív, hiszen nő. És ezáltal neki joga van ahhoz, hogy ne legyen mondjuk fogyatékos. Hát ott van egy kerekesszékes ember, aki mondjuk vak, és nem kapja meg a fekete hattyúnak a főszerepét a Natalie Portman miatt, bazd meg! Mert a látó kézzel lábbal kapálózó nő, bazd meg, elveszi előle a szerepet! Pusztán azért, mert nő! Neki az már szabad, ugye? A férfi veszi el a szerepet. Nem, hát ő a... Mindig a férfi veszi nem, el a szerepet. Nem, az egészséges fehér ember veszi el a szerepet. Az egészséges fehér ember veszi el a szerepet, így van. Azt táncol a fekete hattyúban. Köztudattam. Férfiak táncolnak. Nem, és érted, az a híme, hogy fekete hattyú. És a fekete hattyú szerepét egy fehér ember játsza. Ez is pofátlanság, érted? Hogy fekete hattyú megígérik. Az LMBTQ emberek bemennek bazd meg a moziba, hogy megnézzék a fekete hattyút, és egy fehér picsát kell nézniük. Hát a pofám leszakadt komolyan. Azért ennél sokkal durvább dolgok is történtek, például Tarzant is fehér ember játszotta, meg izmos figura. Noha egy kerekesszékes fekete is játszhatta volna Tarzant, és lehet, hogy sokkal hitelesebb Tarzan lett volna, érted? Tehát, de hát elhappolták előle ezeket a szerepeket. Nácik, így van, nácik, náci, a Tarzan náci, ez teljesen egyértelmű. Fehér, férfi és izmos, érted? Ahelyett, hogy Tarzan, Achilleus. Ja, apropó, figyelj, mit szólsz ez a dologhoz? Hello, barátom. Azt hallottad, hogy a Operaház, vagy egy olyan darabot, ami egy Gershwin darab. Porgy és Bess. Így van. Porgy és Bess, ugye a Gershwin egyetlen operájáról van szó, nehéz is van kitalálni, melyik lehet az. Bemutatják, amit feketékre írtak, és hát Magyarországon bemutatják, de hát nekünk csak fehér opera énekeseink vannak, és ezért a fehér opera énekeseket hát bekenik cipőkrémmel, hogy hát feketének tűnjenek az impozat. De nem akart ebbe belemenni a Gershwin jogutót.
Igen. Mert csak autentikus fekete. Vágod? Akkor ezt Szibériába például hogy mutassák be? Inkább ne mutassák be! Hát inkább ne játsszák a görcsit! Inkább ne játsszák a görcsit! Ha nincs fekete, sajnáljuk, bazd meg! Akkor nincs görcsit! Most gondolj bele, Pekingbe ezt nem lehet bemutatni, vagy Habarozva. Most miért kell elmenni Pekingbe, bazd meg? Orosztávol keleten. Ne jöjjön várat. De most miért kell elmenni oda, érted? Most fogadjuk, nem, hát a megoldás, fogadjunk be migránsokat, akik nyilvánvalóan kurva jól fognak operát énekelni. Azért jönnek ide. A fekete Afrikából, bazzeger. Szeretnék a Porgy és Bessnek a főszerepét eljátszani. Várjál. Ez lesz a megoldás. Várj. Azért hoztam föl, mert hogy közben az meg tutira bejön, hogy Achilleuszt játszhatja fekete. Van ilyen? Játszhatja fekete? Hát a trójai háborúban feketék is voltak, nem tudtad? A görög oldalon? Persze. Jó, ugyanakkor a fasságban perzsa oldalon. És hát van, az... és van fekete Spartacus is. Trák volt a nyomorult, balkáni, tehát lehet, hogy a haja fekete volt. Bár a trákokat szőke kékszeműnek írták le az ókori fasiszták. A fasiszta izékre, történetírókra gondolok, nácikra. De hogy játsz a fekete. És egy ismerősen vitatkozott erről a Facebookról, hogy akkor most ez hogy van, és hogy miért, ott miért játszottja, hogy Romeo és Júlia, van néger feldolgozása, stb. És azt mondja, hogy ez mind fantázia. Ez mind fantázia, a trójai háborútól kezdve ezt nyugodtan játszhatják feketék. De akkor miért nem játszhatja a még fantáziát Gershwin operát egy fehér? Hát a fantáziának is vannak határai, baszod. Na, én is így gondolom. Na, tehát azért lehet fantáziálni arról, hogy a fehér ember fekete, de arról, hogy a fekete ember fehér. És ráadásul nem is akarunk fantáziálni, hát bekenjük cipőkrémmel. Nem kened be! Rakod le! Érted? Nem szabad feketének látszania a fehér embernek. Jó, de ez a cipőkrémes dolog egyébként az a háború előtt is volt, hogy a stílus miatt a hát azért, mert feketét játszik, ugye? Bekenték az ilyen jazzzenekaroknak a fehér játékosai cipőkrémmel. De én értem, de ez ugyanaz a funkció, mint ami a jelmez. Hát akkor mostantól ne lehessen jelmez felvenni. Ne. Most ne hazudjuk az a Sanyiról, aki itt most énekel, hogy ő 200 évvel ezelőtt énekel, hát jöjjön a farmer nadrágban, meg a szürke pólóban, amiben ma a próbán volt, és úgy énekeljen, bazd meg, mert hát ez jár a valóságnak. Ugye? Hát azért ne fantáziáljunk már össze-vissza. Jó, hát... De most, érted, nem arról van, tehát arról van szó, én értem, hogy érti a Gershwin örökös. Ő úgy érti, hogy ne vegyük el fekete énekesektől, olyanoktól, akik hát ilyen kurva jó tenor hangjuk van, és feketék, ne vegyük el a szerep lehetőséget a fehérek kedvéért. A szociális mondani valót ne vegyük el. Politikai volt, nem a tenor hangról. De nem vesszük el, mert bekenjük cipőkrémmel, érted? Tehát nem vesszük el a mondani valót, a színpadon ő fekete, de a probléma nem ez. A probléma nem az, hogy ő fekete a színpadon, vagy fehér, az a probléma, hogy egy fehér színész, egy fehér énekes veszi fel a gázsit, egy fekete helyett, egy olyan darabért, amiben az meg a görs, mint fekete énekesnek írt szerepet. Ne játsz a fehér, és ne a fehér ember legyen az, aki ebből vásárol magának, vagy aki ebből megél. Egy közös politikailag korrekt anarchokommunista barátunk azt mondta, hogy ő is egy nagy fasságnak tartja ezt az egész Gershwint, és hát baromság. Ő cigányokkal játszokna. És úgy ütne a dolog. Érted? Jó, csak az a kérdés, hogy tehát ehhez először ezeknek a... Most én nem tudom, hogy van-e... Tehát, eleve. Nem tartjuk számon a származást. Tehát most mi alapján fogjuk ezt egy cigányra rászabni ezt a szerepet? Vagy hogyan osztjuk ki? Barna a bőre. Tehát barna bőrű tenor énekeseket kell keresni. És hogyha nem találunk, akkor fel kell vetetni cigányokat, olyanokat, akik azt mondják, hogy... Én cigány vagyok. De most, hogyha a meglévő tenor énekes, mondjuk Melis György, azt mondja, hogy ő cigány, akkor mostantól játszhatja nyugodtan?
vagy hogy ellenőrizzük. Érdekes, érdekes. Érted? Érdekes, érdekes. Szerintem akkor ki fog alakulni majd a PC fai hivatal, ami genetikailag ellenőrzi, hogy megfelelő áldozati géneket hozza magával az illető személy, és akkor megméri a körzővel a fejet, megfelelő, meg a bőr, a pigment anyag, a pigment számokat érted, megfelelően sötéte a bőre, megfelelően elnyomott-e, és akkor játszhatja. Minél szőkébb valaki, annál inkább nem. Érted? Én értem. Te jó eséllyel egyébként így a levontai hajadat megnézve. És ne nézz rám ilyen gyilkos tekintettel, ez pozitívum kis. Én nézek rád gyilkos tekintettel. Tényleg? Hát figyelj. Ott van a Churchill film, amiről beszéltünk legutóbb, de ugyanehhez tartozik hozzá. Ugyanehhez tartozik hozzá. A légeresnek gondolsz? Nem, a legsötétebb világos. Igen, arról beszélek, és akkor ott van, ehhez tartozik még a ugyanehhez a kérdéshez, és ugyanez a kulturális jelenséghez. A nem sokára bemutatják Magyarországon is a Magdolna című Krisztus gender filmet. Ja. Krisztus gender film, amelyben Joaquin Phoenix játsza Hitlert. Hitlert. Második Freud játsza, Soros után Hitler. Ez jellemző, hogy mit mennek a csávónak a tudatalattiába. Jézust. Láttam a trélert, csodálatos trélere van. Magdolna megkérdezi Jézustól. Milyen érzés egyé válni vele, ugye Istennel? És erre Jézus így ránéz, így Magdolnára, még soha senki nem kérdezte, milyen érzés. Tudod, eddig még csak az... Eddig tudod azt mondani? Me too. Eddig még csak az a kulturális mém volt legyártva, hogy a Jézus Krisztus az... mond ilyen erőseket, meg ilyen megvilágító erejűeket, és akkor a környezetében így néznek, hogy így, de érdekes új nézőpont. Hát ez megvilágító erejű volt. Taníts még, mester! Na most legyártják nekünk, megfordítják ezt a relációt, és Jézus az, aki ránéz Mária Magdolnára, hogy így, de érdekes női nézőpont. Hát ebbe bele se gondoltam eddig, hogy milyen érzés. Hát még soha senki nem kérdezte, milyen érzés. Eddig tőlem még mindig csak azt kérdezték, hogy varázsló, tegyél gazdaggá! Hiszen csak férfiakkal beszélgetett addig Jézus, ugye? De most, hogy először egy nővel beszélget, milyen érzés? De érdekes ez a gender nézőpont. Milyen érzés? Hát egy nő, ehhez kellett egy nő, hogy így Jézus is így belegondolja, hogy tényleg milyen érzés Istennel egynek lenni. Hát ezt eddig nem is... De itt Jézust azért még mindig férfinak ábrázolják, Robi. Tehát azért még az elmaradottság megvan. Nem, valójában azt értsd meg, hogy Jézus, ez a film ugyanazért készült el, mint a Churchill film. A Churchill film azért készült el, mert Churchill-lel kapcsolatban a gender kurzus, meg a PC kurzus, a rasszizmus vágyával élt, és megijedt az elit, hogy le fogják dönteni a Churchill szobrokat. Tehát le kellett gyártani egy hazugságot Churchillről, mert meg kellett menteni Churchillt. Tehát meg kellett menteni Churchillt a történelemnek, meg a jövőnek, és le kellett gyártani róla azt a hazugságot, hogy ő a londoni metróban fekete melósokkal közösen Cicerót idéz. Hogy a fekete melós elkezdi... Fekete melós elkezdi szavalni Szenekát, és Churchill kiveszi a szájából a szót, és folytatja, bazd meg. Ezt kellett legyártani ahhoz, hogy a Churchill szobrok azok megálljanak, és ne legyenek ledöntve. Na most a helyzet ugyanez. Volt Rómában egy nagyon súlyos incidens. Rómában karácsonykor kiraktak egy jászolt, és egy ilyen genderaktivista félmeztelenül megrohamozta a jászolt, kikapta belőle a Jézust, és elkezdte így kiabálni, hogy goddess, kvázi istennő. Ahogy az volt, itt tényleg az történt, hogy a establishment az megijedt.
hogy bassza meg itt a, itt a Jézus Krisztust, mivel hogy a Jézus Krisztusnak is van egy sötét folt a múltjában. Ugyanúgy, ahogy, ahogyan a Churchill, a Churchillnek van egy sötét folt, úgy, ahogyan a Churchillnek van egy, úgy, ahogyan Churchillnek van egy sötét múlta, folt a múltjában. Mégpedig, hogy rasszista volt. Ugyanúgy a Jézus Krisztusnak is van egy sötét folt. Mégpedig, hogy férfi. Ja, értem. Na. De az nem a múltja, az egész lénye. Na, hát a Jézus Krisztus már nem él, úgyhogy ez a múlt, ugye? Jézus Krisztus örökké él, te barom, az Isten fia. Na jó, de nem fizikailag él, mint férfi, ugye? Hát feltámadt. Mint férfi. Hát azt nem tudom. Na. Szóval, hogy ott tartunk, hogy a Jézus Krisztus az... A Jézus Krisztusnak a kultusza az veszélybe került. Hát azt érzik, hogy a gender kurzus kezdi kikezdeni Jézust. Tehát le kell gyártani egy kulturális mémet arról, hogy Jézus és Mária Magdolna milyen jó barinők voltak. Konkrétan, és ez a film, ez az első Jézus Krisztus gender film. És mit tehetnénk mi ez ellen? Na, a probléma, nem ellene kell tenni, meg kell érteni ezt a jelenséget. Szerintem ez a jelenség ez arról szól, pont ugyanúgy, mint Churchillnél. Churchillnek megijedt az establishment, hogy ledöntik a Churchill szobrot, és a helyére állítanak egy Justin Trudeau szobrot. Tehát, adva van a feladat, le kell gyártani egy filmet Churchillről, amiből kiderül, hogy Churchill maga volt Justin Trudeau. Nincs értelme ledönteni a szobrát, és a helyére a Justin Trudeau szobrot állítani, mert már áll a Justin Trudeau szobor, ez Churchill. Most arról van szó, hogy meg kell hamisítanunk a történelmet, és nagyon jellemző, hogy filmeket kell gyártani, tehát a film lépett, de ezek a kulturális mémek, amik a filmek, ezek léptek a történelem helyére. A történészek helyére léptek a producerek. A filmproducerek, akik kitalálják, hogy milyen filmeket kell legyártani. Ezek a filmek váltják ki a történelemnek ezeket a kínos részleteit, ugye? Jézus Krisztus fehér férfi volt. Van mit jóvá tenni rajta. Churchill szintén fehér férfi volt, ráadásul rasszista. Most azt ne vizsgáljuk, hogy milyen módon volt rasszista, vagy mit jelentett akkor a rasszizmus. Arról van szó, hogy a történelemnek minden egyes momentumát és minden egyes szereplőjét 200, 300, 500 vagy 2000 évvel ezelőtti koroknak a szülötteit is a 21. századnak a posztmodern mércéjével kell megmérni. Tehát nem lehet az adott kor erkölcsének, meg az adott kor normáinak megfelelően megmérni az adott kor emberét. Tehát Lincoln hiába szabadította fel a feketéket, hiába nyert meg egy polgárháborút nála sokkal rasszistábbak ellen, a levelezéséből kiderül, hogy ő hát azért rasszista volt. Na hát akkor Lincolnból is kell gyártani egy olyan kulturális mémet, ez a Lincoln film, ugye, amit maga Steven Spielberg rendezett, amelyből kiderül, hogy Lincoln nem volt rasszista. Tehát arról van szó, hogy meg kell hamisítanunk a múltat, meg kell hamisítanunk a történelmet, hogy büszkék lehessünk. Tehát nem arról van szó, hogy a történelemhez tartozik a büszkeségünk, arról van szó, hogy a büszkeségünkhöz tartozik a történelem. Büszkék akarunk lenni Jézusra, akkor hamisítunk egy Jézust, akire büszkék tudunk lenni itt és most. Ha büszkék akarunk lenni Churchillre vagy Lincolnra, akkor hamisítunk egy olyan történelmet, meg egy olyan Lincolnt, meg egy olyan Churchillt, akire büszkék tudunk lenni itt és most, aki mai mércével mérve is, mai erkölcsi normák szerint is kiállja azt a próbát, ami megfelel a genderkurzus legfanatikusabbjainak. A legvéres szájúabbaknak, azoknak, akik szobrokat döntenek le, azoknak, akik vörös festékkel öntik le a homoszexuális Milo Yiannopoulos-t. Nem teljesen, hanem a mainstreamnek, inkább a mainstreamnek, amit mondtam neked. Mindenkinek, mindegyiknek, az a lényeg, a legfanatikusabbak azok nem mennek be erre a moziba, nem érdekli őket a fogyasztói társadalomnak ez a szegmense, azok szekták.
ez már a mainstreambe ment át, és a mainstream alakítja az emberi tudatot. Érted? Ezeken a filmeken keresztül. Ez már a mainstream, Robi. Ez már nem a gender szekta, ez már a mainstream. Nem veszed észre, hogy a gender szektát szolgálják ki? Onnan vesznek át kiszolgálják. Kiszolgálják. Mielőtt, nem érted, megijedtek. Mi lehet az ok? Megijedtek, hogy a genderizmus és a hashtag MeToo lerombolja a kulturális kánont. A kapitalizmus. Lerombolja a kulturális kánont. Ezért hamisítani kell egy kulturális kánont a helyére, ami megfelel a gender kurzusnak. És most ez zajlik. Hamisítani kell Jézusokat, hamisítani kell Churchillt, Lincolnt, és figyeled, hogy a legprogresszívebb személyeket. Tehát, hogy figyeled, hogy azokat, akik, tehát a Churchill volt az, aki a rasszizmust Európában megfékezte. Lincoln volt az, aki a rasszizmust Amerikában megfékezte. De korú gyermekei voltak egyúttal, és mit maguk is rasszisták. Na, valójában a történelmet hívják ki. Arról van szó, hogy ők valójában a történelemmel vívják a harcot. A történelem utáni ember megvívja a harcát a történelemmel, a posztmodern ember megvívja a harcát az összes addigi korral, és a saját primitivizmusának a nívójára zülleszti le a komplett történelmet. A teljes történelmi és kulturális kánont. Kírja a galériákból a festményeknek a címeit. A festő azt a címet adta, hogy néger hölgy virággal. És át kell írni, hogy afroamerikai hölgy virággal. Miközben vagy az... nem is volt még... Na, igen. Igen. Tehát, de figyelj, ezt csinálta már a sztálinizmus is, meg a maoizmus. Ugyanezt csinálta Robi, csak durvább eszközökkel. Érted? Nem új dolog. Mi ebbe a posztmodern? Hiszen a 20. században voltak ilyenek. De ez alapján, amit elmondtam, voltak ilyenek a 20. században, érted? Ugyanez, átírni az egészet, kultúra rombolás, meghamisítani, a korhoz igazítani, annak alapján értelmezni, úgy magyarázni, ezt csinálta a maoizmus. Ezért szoktam én egyébként a maoizmushoz hasonlítani, a maoista kulturális forradalomhoz ezt az egész genderista akármit. A sztálinizmus is ezt csinálta, csak az ilyen értelme enyhébb volt. Na, elmondom, hogy mi benne szerintem a posztmodern. Az, hogy... Mert az modern, ugye? A maoizmusunk, a sztálinizmus az modern. Elmondom, hogy szerintem az a posztmodern benne, hogy nincsenek már helyi értékek. Tehát nem tudjuk azt látni, hogy Lincoln az a dél ellen harcolt, amelyik rasszista volt, és ő volt az észak, amelyik meg nem volt rasszista, hanem ő kapitalista volt. Ugye a dél az ültetvényes volt, és rabszolgatartó, és alapvetően a feketék alsóbb rendűségében gondolkodott. Az észak, az meg kapitalista volt, a nem földes úr és rabszolga viszonyban, hanem tőkés és proletár viszonyban gondolkodott, és így akarta a társadalmat megszervezni. Na most... ezt a relációt, ezt a viszonyt, ezt nem lehet vizsgálni. Hanem ott vannak a Lincolnnak a levelei, és ha ma egy mai ember azokat a leveleket írna, az egy rasszista ember lenne ma. És csak ezt lehet vizsgálni. Erre mondom, hogy ez posztmodern. Érted? Nem lehet, tehát a kommunisták még büszkék tudtak lenni Dózsára. Büszkék tudtak lenni a Spartakuszra. Figyelj, most akkor érted? Értem, csak kísérletkép, így most a legvégére, hogy néznek ki egy bolsevik Lincoln, és ugye hogy néz ki ez a postmodern genderista, vagy akármilyen kultúrvalós Lincoln. Érted? Mondjuk egy kicsit egy bolsevik Lincoln próbáljunk most így, mondjuk egy sztálinista a Lincolnból mit csinálna? Ami más mondjuk, mint egy ilyen egy sztálinista az a Lincolnból egy démont csinálna, mert hogy az a legnagyobb kapitalista volt, meg a kapitalizmusnak volt az egyik ilyen. Vagy meghamisítaná úgy, hogy azért a proletár forradalomnak, vagy a dél ellen küzdő, érted? Tehát az is meghamisítaná, baszki. Volt egy ilyen film, volt a 80-as években egy szar kalandfilm, várjál, Vörös hajnal, az volt a címe, a szovjetek lerohanták az Egyesült Államokat. Jellemző módon egyébként a katonaságnál láttam, ott vetítette valaki, aztán az elhárított, hisz mindenkit lebaszott. És ott... Figyelj, az amerikai történet, tehát bemutatta, hogy a bolsevikok hogyan rendezkednének be az Egyesült Államokba,
és az amerikai történelmet hogy próbálnák hozzáilleszteni a nagy nemzetközi osztályharcos mítoszhoz, és Lincoln képeket is vittek ott a vörös zászló mellett, az amerikai kommunisták mellett, mert az progresszívnek számít, és beinte, mint egy Kossuth Lajost is ünnepelték, bazd meg a izé, a nemesi származású liberális Kossuth Lajost ünnepelték a Rákosi korba. Érted, amit mondok? Igen. Na, érted? Értem. Értem. Én még szeretném levetíteni a Cseh Tamásnak nem szart be. A Cseh Tamásnak a Adi feldolgozását, ugye Adi Endrének a Proletár fiú verse című költeményét Cseh Tamás megzenésítette és előadta, és most ezt fogjátok hallani, és ezzel kapcsolatban fogunk beszélni. Egy-két fontos meglátást fogunk ismertetni. Az én apám reggeltől estig izzadvalót fut robotol. Az én apámnál nincs jobb ember, nincs sehol. Az én apám kopott a bátú, de nekem új ruhát veszem, s beszél nekem egy szép jövőről, szerelmesen. Az én apám gazdagok fogja, bántják, megalázzák szegény, de estére elhozta hozzánk a jó remény. Az én apám harcos nagy ember, értünk a bűgöt és erőt, de önmagát meg nem alázza a pénzelő. Az én apám túl szegény ember, de ha nem nézné a fiát, megállítná ezt a nagy földi komédiát. Az én apám, ha nem akarná, nem volnának a gazdagok, olyan volna mindenki társam, mint én vagyok. Az én apám, ha egyet szólna, haj meg, de megvének sokat, vígan annyian nem élnének, és boldogan. Az én apám dolgozik és küzd, nála erősebb nincs talán, hatalmasabb a királynál is az én apám. Az én apám dolgozik és küzd, nála erősebb nincs talán, hatalmasabb a királynál is az én apám. Hatalmasabb a királynál is az én apám. Az én apám. Az én apám. Nem is a Cseh Tamás zenésítette meg, hanem a Novák János, amint az leolvasható. Én azt gondolom, hogy ez a naív kis vers, rendkívül naív kis vers, ez rögzít egy olyan állapotot, egy olyan érzelmi állapotot, amiben a baloldal egyszerűen benne ragadt. Nem pusztán a magyar baloldal, hanem ez a naív, lánglelkű baloldal igazából nem ez az új baloldal, amelyik a gendert meg a PC-t. Nem a kultúrbal. Nem a kultúrbal, hanem a... Az a baloldal, ami már nincs. Az a baloldal, amelyik Magyarországon a Tamás Gáspár Miklós neve által fémjelezhető, például. Ez egy hallatlanul naív kis versike, amit alig ha véletlenül látott el az Adi azzal a címmel, hogy a Proletár fiú verse. Ezt ugye nem Adi nem úgy adta ki, hogy Adi Endre írja ezt, hanem ezt a Proletár fiúnak a szájába adta. Ezt. Mi másért adta a Proletár fiú szájába? Mint azért, mert ő maga is egy lépést el akart ettől távolodni.
Tehát, hogy így ezt azért nem Ady Endre gondolja, hanem Ady Endre megírta a Proletár fiú versét, és ezt a Proletár fiú gondolja. Tehát ezek gyermekies gondolatok. Tehát ez egy gyermeki naivitás sugárzik ezekből a sorokból. Ugye az én apám az idealizálva van, a végsőkig, a végtelenül, és ennek az idealizálásnak nincsenek határai, nincsenek korlátai. Most én azt érzem, hogy az új balos társadalom egyenlítők világszerte, és így Magyarországon is, ebben a létállapotban, ebben az érzelmi állapotban ragadtak meg. Ki az én apám? Ez a személy, ez ugye ő a proletár, ő a munkás, ő az, tulajdonképpen nincsen meghatározva nagyon konkrétan, hogy kicsoda, ezt a személyt, akit itt megszólít Ady, vagy hát az Ady, a proletár fiú Adyként, vagy Ady a proletár fiúként megszólít, ezt rá lehet vetíteni az éppen aktuális forradalomnak az élcsapatára, ami éppen forr, ami éppen fölforr. Az izzadó testű munkás, a munka hőse. Értem, de ezt ennél egy kicsit tágabban kell ezt értelmezni. Arról van szó, hogy itt és most, vagy a jövőben bármikor zajlik egy forradalom, és annak a forradalomnak az élcsapata, és annak a vezetője lehet az Lenin, vagy a mai napjainkban ez Chávez volt nem olyan régen, vagy Castro, vagy Pol Pot, vagy Enver Hoxha, vagy akárki. Vannak különbségek azért. Hát, utólag vannak különbségek. Akkor, amikor fölforr, és akkor, amikor hatalomra jut, akkor ezek mind a proletár fiú édesapjai. Mind. És aztán utólag, amikor már telelőtték a meszesgödröket, és már a tömegsírok azok megteltek emberi holttestekkel, akkor már megtesszük ezt a különbséget. És akkor már azt mondjuk, hogy de hát ezek nem is kommunisták voltak, ez nem is az én apám. Ugye? Ez nem is az én apám. Ezek vörös fasiszták, mondja TGM, ugye? De amikor épp hatalomra jut, akkor természetesen igazuk van. Aztán amikor telelövik a gödröket, akkor kiderül, hogy jaj, hát ez nem az én apám, nekem ehhez semmi közöm. De amikor a következő alkalommal, a következő helyen hatalomra jut a következő Chávez, vagy a következő Morales, akkor megint az én apám. Akkor az én apám, aki ideális, és aki végre eljött, hogy felszabadítsa az emberiséget. És aztán megint kiderül, hogy hát nem a csődbe vitte Venezuelát, nincsen elektromos áram, tombol az utcákon a káosz és a terror, ténylegesen, nem úgy, ahogyan annak idején a Grósz Károly megidézte, hanem ténylegesen, akkor kiderül, hogy jaj, mégsem az én apám. De amikor jön a következő forradalom, és éppen fölforr megint valami, akkor már írja is Tamás Gáspár Miklós a cikket, hogy az én apámnak igaza van ezért és ezért. És teljesen jogos a forradalom, és itt és most na végre eljött. És tudod, ez a nóta, ez így nem jár le soha. Hanem amint egy forradalom robban ki bárhol, és ebben a tekintetben még a gender forradalom sem kivétel, mert a Tamás Gáspár Miklós még amellé is odaáll. Vagy nevezhetem akár a Konok Pétert. A Konok Péter, aki szintén ebben a old school mozgalmiságban utazik. Odaáll, mert az is egy forradalom, mert abban is azt látja, hogy forradalom, és ha fölforr, bármi is fölforr, amellé oda kell állni, mert ez a naív idealizálás, ez egyszerűen nem jár le. Ez örökké tart, és mind örökké tart, az én apámban mind a történelem utáni pillanatig hinni kell, mert ő ideális, mert ő tökéletes, mert neki igaza van, és a forradalom jogos, és igazolható, és igazolandó minden percben. És mindig messzes gödrök vannak utána. És érdekes módon mindig messzes gödrök jönnek, de amikor a következő helyen hatalomra jut, akkor megint apámmá fogadom, és megint igaza lesz. Igen, tudod, mit mondtak erre régi balos barátaim, amikor ezt mondtam? Hogy ami utána következik, azt ők is megtagadják, de a forradalom pillanata az mindig szent. Utána mindig jönnek a gazemberek, a kereskedők, a zsarlokok, a gyilkosok, de az a pillanat az mindig szent. Ők ezt így fogják föl. Én értem, de ez
ezért ismétlődik meg újra ez a pillanat, és ezért jönnek el újra meg újra a meszes gödrök. Én meg már ebben nem, tudok. Már nem tudsz hinni. De nem csak hinni nem tudok, nem akarok ehhez most már, ebben most már részt venni. Nem akarok ebben a, ebben a nyomorult naivitásban részt venni, hogy szent az a pillanat, amikor éppen hatalomra jutnak azok, akik nem sokára telelövik a meszes gödröket. Nem akarom szentnek látni őket, nem akarom szentnek érezni őket. Értem, hogy a proletár fiú szájából, egy 10 éves vagy egy 15 éves kölyöknek a szájából ezek a szavak még szentek. Mert gyermek. De nem véletlen, hogy az Ady Endre is egy gyermeket kellett, hogy írjon ezekhez a sorokhoz. Mert már maga az Ady Endre sem tudott komoly képpel hinni ebben, már maga az Ady Endre sem tudta fölvállalni ezt a véleményt, mint Ady Endre. Világos. Csak mint a proletár fiú véleményét. Világos. Én, aki sajnos az utóbbi egy-két évben végül is otthagytam és elárultam a baloldalt, ilyen okok miatt is, legfőképp a gender meg a PC miatt, azért azt még mindig fölteszem azt a kérdést, hogyha fölforr és kitör, és jön az én apám, azért annak van egy előzménye. Tehát például, amikor Bolíviában az esővizet is privatizálták, akkor arra mi a válasz? Hanem az én apám, érted? Arra mi a válasz? Mi a releváns válasz, Robi? Én azt gondolom, hogy a liberális demokrácia a helyes és releváns válasz, és nem annak pedig a proletár diktatúra. Annak nevezték magukat azok a gazemberek Dél-Amerikában a neoliberális söpredék, érted? Liberális demokratáknak. Jó, hát érted? De nem azok voltak, hanem fehér hunták voltak. De ott nem, az a japán szármán Fujimori Dél-Amerika, érted? Akit most majdnem lesitteltek, csak megúszta. Az nem volt hunta. Ott nem volt hunta. A vége fele volt kis terror, kis fehér terror, de nem volt hunta. Az liberális demokrácia volt, bazd meg, és kifosztották az egész országot, mint a szart. Érted? Hát tudod, én azt gondolom, hogy attól, hogy egy ország... És ez a gyökere a Chaveznek. Attól, hogy egy ország liberális demokrácia, még nem kell saját magát kiárusítania az amerikai multinacionális tőkének. Na most attól, hogy egy liberális demokráciának a korrupt gazember politikusai kiárusítják egy országnak az édesvíz tartalékát, esővízet. A komprádor elit. Érted? Most attól még a Chaveznek a Venezuelája nem lesz élhetőbb. Értem. És elfelejtettél, mert volt egy másik válasz erre, és jellemzően naív utópista volt, és neki se jött be, de mégis a leghitelesebb válasz, Mujica. Vagy Mujica? Na jó, mitől hiteles? Attól, hogy köztársasági elnök, és nem miniszterelnök. Elutasította. Attól... Chávez hülyének nevezte, és elutasította a diktatúrát. Na, de hát erről van szó. Tehát, hogy miközben gerilla volt, és tizenvalány évig ült börtönbe, érted? Tudod, hogy nevezte magát? Igen, olyan ragadozó vagyok, aki vegetáriánus étrendre szoktatom magam. De látod, ő rá például... büszkén tudunk hivatkozni. Tehát őt a saját szellemi ideológiai vezetőnknek, vagy hivatkozási pontunknak tartjuk és érezzük. Pontosan. De azt gondolom, hogy ehhez az is hozzátartozik, hogy a csávó elsősorban egy lelki-szellemi vezető. Gondolom ezért is fontos az, hogy ő nem miniszterelnök, hanem ő köztársasági elnök. Tehát, hogy ő igazából... Hát most már nem az. Hanem, hogy ő igazából nem egy programot juttatott hatalomra, hanem egy szellemiséget. Egy embertípus. Egy szellemiséget. Igen. Tehát, hogy valójában az... amikor hatalomra jutott, akkor már nem egy gerilla jutott hatalomra. És ezért is tudunk őrá így hivatkozni. Tehát, hogy azok a baloldali gyökerek, amelyek a szociális érzékenységet keltik, azokkal a baloldali gyökerekkel semmi probléma nincs, de éppen Dél-Amerikában ezek nagyon is katolikus, vagy katolicisztikus irányvonalak. Igen. Tehát, hogy itt nagyon közel, tehát ugye a felszabadítási teológia az egy olyan fogalomkör, aminek Európában nincs is értelme, nincs is jelentése. Nincs értéke. Annyira nincs, hogy amikor ide kerül egy Ferenc pápa Dél-Amerikából ennek a szellemiségével, akkor mindenki köpködi. Ugye? Mert itt ül egy piszkos komcsi. Na, ezzel búcsúzunk, ez volt az Apu azért iszik, mert esélyt. Jó éjszakát! Jó éjszakát!